óra 8 perc, jó reggel, gyönyörű szerdánk van, gyönyörű, az már kiderül, hogy a kisüt a nap, de agrár, ez biztos, jó reggelt mindenkinek, sokan vagytok úton, látom, sokan még korábban keltettek, mint mi, na jó, ezért vagyunk itt nektek, itt van Laci is nektek, hello Laci, jó reggelt, sziasztok, itt van Gyuri nektek, jó reggelt, hello, mindenkinek hello. Itt van Anett, hello, jó reggelt, jó reggelt, de én kedről tudok. Nincs szerda? Nem. Nincs. Miért? Mert most megzavartál, mert keddi évfordulót írtam. Jó, jól csináltad, de én voltam a... Nem tudom, miért van szerdám. Én is úgy bólogattam az agrárra. Agrárra, rejtem, nem a Vogával egyeztettem tegnap este. Akkor... Kivel egyeztettél tegnap este? Hát a Horthy Gáborral. Agrárfoci. Meg fogsz szenvedni a növényeket. Akkor elnézést. Igen, én nem tudom, nekem valahogy szerdám van, de mindegy. Ugyanolyan jók leszünk. Nem tudok változtatni a műsorom, mert már megcsináltuk előre. Csak most nem tudom kicserélni keddire. Mi? Csütörtökön is pénteked legyen. Ja, igen, ezt szeretném. De... Szóval, Anett picit pánikban, megint meg kellett nyugtatni, itt sírt a kis vállamon, de már mosolyog. Minden reggel. Ezen a héten. Igen. De olyan jó a vállad. Köszönöm. De, és nagyon elegáns, ilyen Audrey Hepburn nadrágban van. Köszönöm szépen. Külott. Mi? Külott. Az a neve ennek a nadrágnak, hogy igen. Külott. Tényleg? Igen. Igen. Ez milyen nyelven? Francia? Francia. Igen, és ez mit jelent? Hát, hogy ez a bőszárú nadrág, de hogy nem ér teljesen a végig. De ez a kockás szövet igen, nagyon elegáns, kockás, nagyon igen, finom. Igen. Igen, igen. Arról mesélhetnél egy kicsit, honnan tudod te ezt, Laci? Művelt vagyok. Hát de nem tudom, de te nem akartál divattervező lenni? Volt egy ilyen vonalad, de, ugye? De abszolút, igen. Jean-Paul Gaultier indított el ezen a vonalon. De aztán kikezdett veled, és nem, ezt nem bírtad össze. Nem találkoztuk soha. Ja. De nem volt neki lehetősége. A franc egye meg. Zsámba, és mi is lehetett meg? A Madonnának azok a spic mellei? Pontosan, de egyébként abból is nem annyira, hanem ezek a bőszárú nadrágok. Meg azok a zakók, meg nem tudom. És akkor ezeket most már magadnak varrod otthon, és ezekbe jársz. Hát látod. Látom. Hát csak most is. Jó, nem tudtam, hogy honnan van. Onnan. Magam tervezem, magam varrom. Ki is van sebesedve a hüvelykújjam. Na, a mi kis gotyénk. Bizony. Lovász gotyé. Gabi bátyám üzelik, jó reggelt. Brit tudósok legújabb kutatása szerint a poposteve nem tud háton úszni. Viszont arab kollégáik visszajelzése szerint nincs is rá szüksége. McLaren, és ez bölcs, de úgy látszik már itt nincs semmi a süllőkkel, meg a szúnyogokkal, meg nem tudom mi. A természet valószínűleg elengedte a McLaren-es kezét, hogy most ilyen bölcsességeket hoz. Vagy befogadta, az a másik. Igen, és akkor nem bosszankodik semmi, és akkor ilyeneket. Igen, most nem bántják sem a szúnyogok, senki más. Halleluja Istennek, a reggel bocskor nélkül olyan lenne, mint Dallas Bobby nélkül. Szép reggelt a csapatnak, George Zsaru, ó, köszi. Aztán jó reggelt, verbális játszó pajtásaim, ugyan a Trabant nálam kivert a biztosítékot 4:30-kor, de örömmel jelentem, hogy tegnap este meglett a Costa Rica himnusz. Na. Felraktam a rajongói csoportba, használjátok egészséggel, jó műsort, pacaltól duzzadó mosolygos ajkakat kívánok a pacal faló. Hát akkor megvan a Costa Rica, na majd letöltjük. Persze, megnézzük. Jó, akkor boldog kezdődést, ez is szép, Laca Bia. Aztán drága bocskor, ti múlt héten játszottam veletek, és azzal viccelődtetek, hogy én vagyok az elégedett hallgató. Nos, ez csak fokozódott, tegnap megkaptam az ajándékcsomagot, nagyon köszönöm azt is, és Krisztinek és Gyurinak a kedvességét. Millió puszi a Merci és Kriszti. Jó, szép reggel, mindenkinek Tuesday, sültszalonna, tükörtojás, tepergyő, a nyugdíjeste tovább. Sziasztok, most léptük át a határ, 10-re otthon vagyunk, alszunk egy nagyot, addig a retró, sietünk picit mindjárt 608G. Jól van, óvatos. Szép jó reggel, tegnap autózok hazafelé, természetesen retró rádió szól. Egyszer csak megszólal Pápai Joci jajgatós száma. Először azt hittem, hogy átváltott egy másik csatornára, de nem, gyerekek, ezzel a számmal Észak-Koreában vallatnak. Már azon voltam, hogy úgy teszek a rádiómmal, mint az úriember a sakállal, de aztán inkább lekapcsoltam. Nem kritizálni akarok, de hát szép napot nektek, Viking. Hát jó, köszi Viking, intézkedünk. Mi? Hát azért ne, az a jajgatós az azért, az jó volt ott azon a fesztiválon, de nem. Mi van, Gyuri? Én sem tudom, melyikről van szó. Én sem tudom, melyikről van szó, hát eddig tudtam úgy szervezni az életemet, hogy ne hát az a, nem az, amivel az Eurovíziói kijajgatta magát? Ja, aha. Emlékszel, ott volt, iszonyat jajgatás volt. Igen, iszonyat jajgatás. De tényleg, az a baj, hogy igaza van. Jó? Utána nézünk. Légy szíves, néz utána, Gyuri, köszönöm. Jó, hogy vagytok? Jó. Mindenki jól van, kezdjük? Időjárás jelentés? Anett? Keddi?
Bizony. Jöhet? Jó. Érkezik ma egy kis napsütés némi záporral, ezzel együtt szinte tavaszias időnk lesz 8-12 fokkal. A szél viszont megerősödik, főleg a Dunántúlon és a középső ország részben lehet viharos erejű. Péntekig marad a változékony idő, hétvégére azonban ismét elromlik az idő. Névnap van. Na. Igen. Ja, még mondjam, hogy milyen? Hát szokták. Gerzson. Gerzson. Igen. Én mindig azt hittem, hogy a Gerzson az nem egy igazi név. Miért hitted azt? Azt hittem, hogy ez valami becenév, ez olyan, mintha Pupák. Vagy ja. Tehát olyan kedves, barátnak gyártott becenév. Régen vártad a Pupák névnapot is, és nem jött? Ez egy hétvégére esett. Sosem találkoztam vele. De ti nem hittétek azt, hogy a Gerzson az egy... Ti elhittétek, hogy az egy név? Kezdem szégyelni, hogy én tudtam, hogy ez egy név. A mi Gerzson barátunk tényleg Gerzson? Azt hittem, hogy az is egy valami becenév. Hát én is úgy tudom, hogy becenév amúgy. Nálam. Én úgy tudom, hogy nála becenév, de én is sokáig azt hittem, hogy a Gergelyt becézik Gerzsonnak. Igen, de... valamilyen kis eltorzult, elfajult valami, igen. De kedvességből. Igen. Gerzson olyan kedves, de ezt hiszem, hogy kiderült, hogy ez igazi, azt a mindenit. Ma van a cserkészet világnapja, 115 éve ünnepeljük. Azt hagyjuk ezt az ünnepeljük, hogy sose ünnepeltem. Tehát én... A cserkészetet sosem fogja Bocskor Gábor ünnepelni. Ez ünneplik, vagy aki emlékeznek meg lóra, mi nem ünnepeljük ezt. Igen. Kár, hogy nem ünnepled. De te ünnepelted? Ne, hogy már... Hogyne, hát én minden év... Jó, nem, nyilván igazad van, nem ünnepeltem még soha, bár szeretem a cserkészekről szóló filmeket. melyik a kedvenc cserkészekről szóló filmed? A kis cserkész. Egyre jobban kamuzik. Egyre jobban kamuzik a kis Anett, mi? Gyuri van utazom, megjelentet. Mondta, hogy az utolsó cserkész, az létezik is. Jó, tényleg igaza van Gyurinak. Akkor ugyanakkor, amikor a cserkészek elkezdték ünnepelni a világnapjukat, 115 éve, pont abban a pillanatban találták fel a taxiórát, vagy akkor használták először. Oh. És ez egy Renault gépkocsi volt London utcáin. Tehát ez milyen képzavar? Ez gyönyörű. Akkor már egyébként a britek és a franciák kibékültek? Hát mindig, örökre. Britek, franciák. 115 éve, igen. Hát ők nem fognak úgy igazából. Úgy igazából nem fognak. De jó, de mit keres egy Renault London utcáin? Hát azt valahogy át kellett oda vinni. Hát, ja, na mindegy. 104 éve született, minden idők legmagasabb embere, Robert Pershing Wedlow. Uh-huh. És a halála előtt nem sokkal 2,74 centiméter, vagy méter volt. Aztán. Nagyon durva. Én otthon nem is tudnám jelölni a kis ajtófélfán, hogy milyen nagyra nőtt. De persze, nem tudnád. Tehát nekem pont hát belső magaság határon van. Tehát a karácsonyfámat veszem ilyen Robert Pershing vadló méretben. Nagyon durva. Jézus. Nagyon durva, és élete végéig nőtt. Csak azért, mert azt írta Anett, hogy a halála előtt nem sokkal ennyi volt. Tehát, hogy élete végéig nőtt. Igen. Le nem állt. Pontosan, és ezt írták is, ahol utána olvastam, hogy ugye volt neki egy tumor. Tehát egy tumor okozta ezt, és hogy tényleg nem állt meg a növéssel. Ma lenne 73 éves Niki Lauda. Drága Niki, nagyon, nagyon bírtam őt. 203 éves Spanyolország átengedte Florida egy részét az Egyesült Államoknak. Két évvel később, 1821-ben a fennmaradt részeket eladta neki 5 millió dollárért. Ú, de jó pénz volt az akkor. Akkor már bánták, hogy az előzőt meg odaadták ingyen. Igen, igen, de hát ez a gyarmatosítás az egy nagyon vidám időszak lehetett. Hát attól függ kinek. Adták, vették a kontinenseket. Adták, vették, hogy mit keresnek a spanyolok Floridában, érted? Az a most a miénk, tehát ez valami hihetetlen. Végig azt hitték, hogy India továbbra is. Nem, ez 1821, ez jóval később volt majdnem. Jó, Gyuri azt mondja, Pécs most 3 fokos, 10 fokot kap ma Pécs nappal együtt. Aztán Miami 18, tudjátok, a spanyolok eladták az amerikaiaknak 1821-ben, és egyébként 30 fok lesz, süt a nap. Nagykanizsa 3 fokos, majd 9 fok lesz, és ott felhős lesz. Épp úgy Orosházán ők 5 fokkal kezdenek, és 10 fok lesz a csúcs, és Budapest 3 fokos, 11 lesz a csúcs, és napsütés. Kapunk napsütést? Tényleg? Most szemmel napsütés. Igen, most szemmelként még egy picit. Jó, na... Nagyon jó kis témáink vannak. Én erre nem is gondoltam, hogy van összefüggés a plasztikai műtét és a vállások között. Tehát itt a szlogen, jön a mell, megy a nej. Tehát ha megkapja a nej a mellet, a nej távozik. A mellel. A mellel együtt. Nem minden esetben, de a statisztikák azt mondják, hogy elég sok esetben. Nagyon sokszor vállást megelőzte egy plasztikai műtét. Ez milyen érdekes? Ez egy magyar vállóperes ügyvéd is alátámasztotta. Biztos úgy gondolkodnak, mint az autónál, hogy a spoilerrel könnyebb eladni.
Igen, na ennek az okát kutassuk egy picit. Te még ugye originál mellekkel, vagy a Christ is originál mellekkel van, de azért van egy csomó ismerősünk, nem? Akik megcsinálták, nagyon szép lett többségében, és hogy ez mennyire függ össze a párkapcsolattal, azaz. Például, mikor merül fel egy párkapcsolatban az, hogy itt mellett kell javítani? Ugye? Igen, van ilyen kérdés. Akkor kiben merül fel? A férfi kéri a nőtől, vagy a nő szeretné magától? Tehát kinek az ötlete ez? Mit szól ilyenkor a másik fél általában? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy nem is mindegy, hogy ki mondja ezt. Nem mindegy, így van. Akkor ki finanszírozza? Uh-huh. Általában egy párkapcsolatban az új melleket, és vajon mi lehet a távozás oka? Új mell, megy a mely. Uh-huh. Ki fizeti, tehát ki a költségoldal, és ki az, aki a profitot utána behajtja. Tehát aki már aki le is aratja, értem. Na jó, erről fogunk majd beszélgetni. Biztos, most a drága hallgatóinknak mondom, hogy a ti ismerősi körötökben, vagy akár ti saját magatok is érintettek vagytok, de hogy van olyan, akinél ugye megtörtént ez a műtét, ami ma már teljesen szuper, elfogadott, nagyon sok esetben nem is látszik, nem annyira szembetűnő, tehát ez egy nagyon jó dolog, amúgy önbizalom növelő nyilvánvalóan a nők számára, de hogy tényleg így van-e, hogy aztán nagyon sok esetben le is lépnek. Fölfejlesztettük anyát, piacképes lett, és hát a piac reagál. Körülbelül, igen. Na, a másik, hát ez gyönyörű, ahogy a Gyuri nekem ugye írogat fel konfokat, most például azt írta, a következő történetnek így kezdődik az első mondata. Régi hobbim a szépségápolás. Hát és ez nem igaz? És ezután jön csak azért két mondattal lejjebb, hogy és ott van a nagy bálványom Cristiano Ronaldo. Na, ezt a kettőt, mi lesz a téma? Hát semmi, hát valószínűleg az, hogy a Gyuri két embert ismer, aki krémezi az arcát, az a Ronaldo és én. De semmi baj, mi semmi baj, ezt fel lehet vállalni. Na jó, azért beszéljünk a szépségápolásról, és most nem az, hogy én krémezzem a fejem, vagy a Gyuri krémezze a fejét, hanem hát ugye főleg a hölgyek, ugye ti? Én igen. És találtunk egy érdekes összeállítást arról, hogy gyakorlatilag a kozmetikai termékek, főleg amelyek azt ígérik, hogy öregedést gátolnak, ráncokat tüntetnek el, stb., ezek gyakorlatilag mind kamuk. Uh-huh. Olyan összetételű dolgok vannak például a szemránckrémben, ami nem árt, de semmire nem jó. Pontosan semmire. És ezt alátámasztja ez a cikk, különböző pontokba szedi, hogy miért átverés ez az egész, és ez lehet, hogy nem örül egy-két kozmetikai cég, de hát azért öntsük már tiszta vizet a pohárba, és hogy ez most igaz-e vagy sem, mert azért egy újságcikk alapján mi sem ítélkezünk, ezért mi felhívjuk az ország kedvenc bőrgyógyászát. Legalábbis remélem. Nem tudom, van valakinek még cuki bőrgyógyásza, mint a miénk, akkor szóljon, de nincs. Meg tudjuk versenyeztetni. Dr. Bonyai Katinkát. És megnézzük, hogy mi van ezekben a kozmetikumokban. Mert itt van egy kulcs szó, ami állítólag működik, az a retinol, de én olyat nem tudok venni üvegben. Ó. Oh. Külön nem árulnak retinolt? Nem tudom, de majd fölíratjuk, hát azért is beszélünk vele, hogy akkor írja a receptjeinket. Ja, ilyen recepteket fölírja, de nekem kéne fájdalomcsillap. Mindegy. Nyugodtan mond a Katinkának. Jó. Aztán Horthy Gábor beszél majd velünk, futballtéma, de ez aztán most tényleg nagyon izgalmas. Képzeljétek el, hogy azt elemzi majd, hogy milyen a futball és a maffia kapcsolata Olaszországban. És emlékeztek arra, pont Maradónánál volt ez talán utoljára téma. Hogy ő aztán ott minden mafiózóval tök jóva volt Nápolyban, és aztán nyilván ott tolták neki a port, Maradona, nem tudom. Tehát, hogy ott komoly összefonódások vannak, és ez állítólag a mai napig is tarthat. Hát meg nem csak focistákkal, de lehet, hogy klubokkal is. Tehát az is érdekes lehet. Hogy nem, persze, klubokkal. A foci. Klubokkal, persze. Tehát, hogy a pénzből ők hogyan. Tehát a mafia és a foci Olaszországban, Horthy Gáborral. És jöjjenek most a tegnapi nap legjobb pillanatai, ez pedig a kisherceg Budapesten. A kisherceg Budapesten, aki Gánából érkezett, itt focizik, de van egy másik kisherceg Budapesten is, Keszthelyről. Ma mi nyűgöz le, Laci? 3-7 lesz egy perc múlva. Jó reggelt, kedvesek, üzeni nekünk Zsuzsi Svájcból. Ez igen... Az én reggelemet már is feldobtátok a Poisonnal, köszönöm, csodás napot. Neked is. Látjátok, hát akkor a jajgatóst is ki lehet bírni. Persze. Egy Poisonért egy jajgató szerintem jó üzlet. Nem jó üzlet. Nem jó üzlet a jajgatós. Nem jó. Szia, bocsikám, király, kezdés, Alice Cooper, csapjatok bele, ma reggel is brutál rajongód, Laura. Ó, jó reggelt, ma Zétény névnap is van.
csak itt csak a gerzsonait elintézte a net. Igen, de valószínűleg az étény, elnézést akkor az étényektől, de nem volt nagybetűvel, vastagon kiszedve. És csak a gerzsont láttam. És, ja, és melyik szemüvegeddel nézted ezt? Hát nem ez. ezután, ami most rajtam van. És üzenik, hogy ezután szeretném keresztfiamat Szél Zétényt köszönteni Vásáros Miskén. Köszönöm, a beolvassátok, jó a műsor. Micsoda névkombó. Igen. Melyik? Szél Zétény, nagyon jó. Igen. Sziasztok! Három ismerősöm van, aki megcsináltatta a melleit, és sokan írnak már erre. Később mindhárom kilépett az akkori kapcsolatából, minden esetben a nők akarták a műtétet. Egynek fizette a férje. Úgy tudom, egyik esetben sem a műtét, vagy a pénz volt a váló ok. Hát nyilván nem. Átételesen. Ezért lesz izgalmas ez a téma majd. Igen. És Gabi üzeni, hogy ő is hozzászólhatna ebben, mert pont azt mondja, neki ingyen csinálnak mindent, ő is hozzá tudna szólni. Aha, jó. Na jó. Ez izgi téma lesz, nem sokára. Laci, nálad mi van most? Egy Sydney étterem vezetői úgy döntöttek, hogy akiknek látható tetoválásuk van, vagy a designer márkák ilyen nagy logóval ellátott ruháiban vannak, vagy nehéz ékszereket viselnek, azokat ők nem szolgálják ki. Készpassz, ennyi a szabály. Mivel indokolják? Tehát várjál, látható Tetco, luxusmárka hangsúlyosan, igen. És sok fuchs. És sok fuchs, nagy vastag hát sok fuchs. Ismerek egy-két ilyen embert itthon. Ha csak egy-kettő lenne. Milyen érzéseid vannak? Mit? Milyen érzéseid vannak velük kapcsolatban? Hát, hogy... nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert nyilvánvalóan, akik egyben brutálisan ki vannak tetoválva, tele vannak fuchsokkal, és nagyon-nagyon látványosan hordanak márkát magukkal, azokat hát gyűjtő néven nem szeretném, hát rapperek, nem. Hát ezek rapperek. Ez gyerekek, valakinek ki kell mondani, ezek a rapperek. Ezek a rapperek, igen. Ezt most tudom, hogy ez nem volt PC tőlem, de ezek a rapperek. De csak azért kérdeztem, hogy milyen érzéseid vannak. De rapper, tehát azért nem bántom a rappereket, mert nem rappernek születnek, igen. Hanem rapperék válnak. Igen, érted? Olyan tehát, jól indult minden. Az ő tehet utca, róla. Utca neveli őket rapperé. Az utca neveli rapperé. A szülők nem érnek rá, az utca rapper csinál belőlük. Na, hogy csak azért kérdeztem, hogy milyen érzéseid vannak az ilyen megjelenésű emberekkel. Nem, a tetovált emberekkel semmi bajom. Tehát az sőt, még tetszik is. Na, mert csak, hogy az étterem, ő azt mondja, hogy a megfélemlítő külső az, amit ők nem akarnak az étteremben, hogy itt ilyen megfélemlítő külsejű emberek üljenek. Nagy tetoválásokkal. Igen, amiben... és a nagy Dior felirat az is megfélemlít? Hát az meg tud, a... tehát... jó, de kell hozzá tetoválás, meg a vastag ékszer. Egyben nem lehet ez az összes? Tehát valaki lehet olcsó melegítő, de tehát semmelyik tényező nem lehet. Lehetsz ízlésesen felöltözve ékszer nélkül, de tetoválással nem. Lehetsz ízlés, szóval nagy felirattal felöltözve. Várjál, bocs, de szét kell választanunk. Tehát azért azokon az időkön már túl vagyunk, hogy a tetoválás az valahol az agresszivitás szimbóluma lenne. Szerintem is. Tehát ezen már rég túl vagyunk. A városi tényleg... ember tetoválás az tényleg olyan, mint egy cica egy karddal járkál. De tényleg, szóval tehát, ez már tényleg az Loki a sorból, aki nem tetovált. Az egy dísz tulajdonképpen, egy kiegészítő, amit mindig magadon viselsz. Tehát ezt a részét én se értem. A másik részét, nagy feliratos dolgokat, azt nem tudom, valahogy ez. Szerintem ő is így van ezzel, ez az étterem tulajdonos, hogy előítéletei vannak. Pont úgy, mint nekem. És, de kinek nem? Jó, de ez nem illik be valami, de azért mindenkinek vannak. És ő gyakorlatilag előítéletek alapján, tehát ő is becsomagolta, lehet, hogy ő nem rappereknek nevezi őket, de azt a típusú embert, akin ott feszít a nagy-nagy Armani felirat, ott van az 1000 fuchs és a, nem tudom, arany Rolex plusz Tetco, tehát ez a kombó, ez nem egy jó embertípusna. Tehát ez nem, ezek baj van, ez kötekszik, ez arrogáns, rossz esetben verekszik, még rossz esetben megbosszul, nagyon rossz esetben énekel, tehát hogy, ezekkel csak a baj van. És ugye mindannyian látjátok, azon még, és még baseball sapka is van rajta. Igen. Azt még nem is írta egyébként, de amiket most leírta, ezek mind nem jó cselekvések egy étteremben. Nem. De ebben a kombóban, de külön-külön. Tehát mit tudom én, egyik kedves kollégánk, műsorvezető kollégánk, tévé irányító személyiség, ő is például rendszeresen hord nagy, brutál márkákat a mellkasán, a pólóján.
Vele nincs semmi baj, hát ő egy teljesen jámbor figura, tehát őt nem engednék be, érted? Hát őt nem engednék be, igen. Mert ki tudja, hogy mi történik. Hát azért az, hogy valaki amellett dönt, hogy ilyen nagy feliratos ruhát vegyen, annak azért valami oka van. Még gondolkodtam rajta, hogy... De nem csapja szét az éttermet, érted? Vagy a szemben lévő asztaltól nem vált ki okádást. Igen, de hogyha őt beengedik... Ezt toblantosan mondtam. Akkor, akkor viszont be kell engedniük azt is, aki meg szétcsapja az éttermet, vagy okádást vált ki. Hát ezért sajnos nem kéne egy étteremnek válogatni, hogy kit enged be és kit nem. Hát ez a te vállalkozásod. De megteheted, olyan, nem azt mondja. Nem összeolgáltatás az étterem, hogyha én ilyen típusú vállalkozást akarok, akkor én ilyet csinálok, ide ezek nem jönnek be. Ez lehet, hogy másoknak egyébként tök kedvező, mert ők meg nem bírják ezt. Ez így dolgot. Van, de mondjuk akkor például Tommy Lee nem léphetne be oda soha. Vagy Gangsta Zoli nem léphetne be oda soha. Tehát, hogy ezzel baj van, mert ők nem ezek. Tehát ők vagy... Nem tudom, kim van még ilyen nagy, nem tudom, Armani vagy Dolce & Gabbana feliratok. Akár külföldi, nem jut eszetek be semmi. Például Paris Hilton. Nem léphetne be soha. Neymar. Nem léphetne be. Pontosan. Hát ezek nagy veszteségek. Nem az, hogy nagy veszteségek, csak miért? Hát figyelj, most tök... De miért kell ezeket úgymond kintartani? Tehát mert ő azt mondja, hogy amelyek megfélemlítik a többi vendéget. Hát ezek nem félemlítik meg. Ezek semmi baj nincs. Ízléstelen vagy ízléses, ez másik kérdés. Jó, hát simán benne lehet, hogy egyébként hírverést akart az étteremnek valamilyen szempontból, mert ezek általában jól működnek. Jó hírverés az, hogy nem jöhettek. Hát... De lehet, hogy az a közönség meg, aki meg pont erre vevő, hogy ezek nincsenek ott, ezek meg mennek erre. Vagy nem tudom, ennek örülnek. Vagy legalább az étterem neve az valahol forogott Ausztráliában, és akkor ez neki tök jó. De ez a nagy feliratos dolog, amit egyébként én tényleg mindig gondolkodtam rajta, hogy ez mire jó? Tehát, hogy az, hogy rá van írva, hogy ez mi? Hogy ezt tudjad? Mert hogy az nézd, szerintem ember... kétféle, jó, beszéltünk erről, de szerintem kétféle ember vesz prémium márkát. Az egyik, aki megveszi, és csak ő tudja, hogy az igenis egy drága póló volt, az a póló 120 000 forintba került, most mondtam egy árat, tök mindegy, és semmilyen felirat nincs rajta. Uh-huh. Vagy a márkától teljesen független felirat van rajta. Azt csak ő tudja, és ő ezt azért vette meg, mert megdolgozott érte, vagy azért, mert hisz a minőségében. Ez a diszkrét... elit. Hát és ennek van értelme. Vásárló. A másik, aki megveszi, és azt mondja, hogy basszus, ha kifizettem 140 000 forintot egy pólóért, akkor legalább mindenki lássa, hogy én ezt melyik butikban vettem, ez melyik cégnek a márkáját, ő ezt üvölteni akarja a világban. Ő nem üvöltheti végig a, nem tudom, Balcsi Zsilinszki, hogy Armanin van, Dolce & Gabbana, nézd a Gucci övem. Tehát ez nem lehet, mert elmebeteg is elviszik. Érted? Ezért ezeket minél harsányabb, nagyobb feliratokkal, ezeket választja. Világos, és kürtöli így szana szét, hogy neki ez van, ezt megteheti, stb. Tehát, hogy tényleg van, aki rejti a márkákat, valaki meg üvölti harsányan bele a világba a márkákat. Igen, hát ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy jobb lenne, nem felirat lenne rajta, hanem mondjuk az összeg, amennyibe került. Tehát nagybetűvel rá lenne írva a pólóra, hogy 120 000 forint. Mert abban a pillanatban akkor mutatott kifelé, hogy én azért különbözöm tőled. Azért nem tudom, hogy nem láttam egy ilyet, hogy mintha New Yorkban lett volna egy ilyen divat, hogy direkt rajta hagyod az árcédulát a jack-in. Jelleg. És úgy kilógél a nyakadnál. Hát az diszkrét. Na jó. De az, amikor keresztbe rá van írva mondjuk egy márkanév, és ahelyett rá lenne írva, hogy 120 000 forint, esetleg euróban is átszámolva. Szerintem simán hordanák. Itt. Hát szerintem is. Úgyhogy én nekem tetszik ez az étterem. Neked tetszik? Aha, ja, érdekes. Nekem alapvetően nem. Az jó, hogy reperek nem értek bele, amúgy nem. Hát és ezzel megvan oldva. Nem érted, mi mást is kiszűrnek. A teljesen jámbor tetováltat kiszűrik, a jámbor ékszerest kiszűrik, és a jámbor Dolce & Gabbana pólósat kiszűrik. És akik elhitték, hogy az divatos, amit ők hordanak. Na mindegy is, jó. Jöjjünk vissza a gyerekek, jön a mell, megy a nej, annyira tetszik ez a szlogen, és erről lesz itt szó, hogy egy... Hát nevezzük kutatásnak, vagy egyfajta ilyen statisztika alapján megállapították azt, hogy amikor plasztikai műtétre adja a fejét egy nő egy párkapcsolatban, ugye ez többnyire mellműtét, akkor nagyon-nagyon sok esetben válással vagy szakítással végződik az a kapcsolat. Uh-huh. És ezt egy váróperes ügyvéd is
beigazolta, hogy valóban, tehát az ő praxisában rengetegszer volt az, hogy a műtét után valamivel, aztán valahogy a kapcsolat megszakadt. Oha, megváltoznak a dolgok. Megváltoznak a dolgok, de ennek nagyon-nagyon sok oka lehet. És ezt nézzük majd, mert kíváncsiak vagyunk egyrészt, hogy egy párkapcsolatban élő hölgynél miként merül fel az, hogy ő most szeretne egy mell, nem tudom, korrigáló műtétet. És ez a férfi kérése, ez a nő kérése, akkor ki finanszírozza például? Ugye? Ezt a dolgot. Akkor mi történik, amikor megtörtént a műtét, és a nő önbizalommal, ugye felruházva elindul a világba, akkor ott történik-e valami, ami miatt ugye ez válással vagy szakítással végződik? Igen. Hát, hogy nem. Igen. Elkezdi nézni a párját, hát azért ez már nem az a kategória, ami én lettem. Jobban felfigyelnek rá az utcán szerint. Rengeteg minden, pontosan. Ezeket beszéljük majd meg a hírek után. 7 óra 9 perc, jó reggel, sziasztok, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggel. Jó reggel, Gyuri, szia. Jó reggel, sziasztok. Szia, Anett, jó reggelt. Jó reggel, sziasztok. És miután ugye nagyon fontos mell témánk van, ezért Kriszt is itt van velünk. Hello Kriszt, jó reggelt. A mell téma jövök. Hát most... itt vagyok, sziasztok. De persze, de bármilyen témában jössz, csak hogy igen, hát ez fontos, hogy itt vagy. De még egy nagyon-nagyon fontos üzenet, mert az én drága fogorvosnőm, képzeljétek el, elvesztette a bankkártyáját. Meglett, nyugi. Meglett. És csak köszönetet szeretném mondani, mert képzeljétek el, hogy az egyik benzinkútnál megtalálták, és kinyomozták a név alapján, hogy ki ő, és így juttatták vissza. Tehát de rendesek. Nagyon rendes. És ezért nagyon nagy köszönetet szeretne mondani Kovács Ildikó kútvezetőnek és kollégájának, akik megtalálták Budapesten a Népfürdő utcai benzinkútnál. Éljenek. Igen. Gratulálunk. Gratulálunk. Mi nagyon köszönjük. Igen. Így van, mert ez ritka és jó fejek vagyok. Mert nem egyszer leadta valahova, hanem kinyomozta, hogy ki a tulaj, és ők visszajutatták. Nagyon szép, ez nagy érvágás lett volna különösen, hogy tegnap este utaltál neki. Minek utaltam? Fogorvosnak. Nem utaltam, Laci. Ja? Csak pont akkor vészel a bankkártya, amikor tele van. Hogy lehet így megakasztani egy témát? Úristen! Simán látom. Így van. Tehát ez olyan, mint akkor a teherautóról lecsúszna a nagy jégtömb, és te belevágsz egy csákánnyal, nem csúszol te sehol. Hát az mekkora oka már? Hát első dolgom csákánt érzel így a nyakamban. Ó, adok rá puszit. Így van. Na jó, gyerekek, figyeljetek, mert ez egy nagyon izgalmas téma. Egy szlogent raktunk össze, jön a mell, megy a nej. Ez lenne a szlogen, nem teljesen mi találtuk, egy picit átformáltuk ezt a szlogent, de nagyon érdekes, ez tegnap tanultuk, gyakorlatilag ezt a vicces... Kedő. Mit? Kedő. Vicces kedő, igen. Vicces kedő kis szlogent, mert itt arról van szó, hogy az elmúlt évek tendenciái alapján nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy komoly veszéllyel állunk szemben, hogyha valaki megcsináltatja a melleit. Kiderült, hogy a vállások zöme szoros párhuzamba hozható a plasztikai beavatkozásokkal, és azon belül a mellműtétekkel. És ez annyira nem vicc, hogy az egyik napilap megszólaltatott egy vállóperes ügyvédet is, és ő azt mondta, hogy teljes mértékben igazat ad ennek a statisztikának, ez az ő tapasztalata is. Évek óta rendszeresen találkozik ezzel a jelenséggel. Ezt érdemes most egy picit valahogy kielemeznünk, vagy megfejtenünk. Tehát, itt ugye párkapcsolatos emberek vannak jelen, és mindegyik azt hiszem, hogy érintetlen mellműtét kéréskörben, ugye? Én mind a ketten érintetlenek vagyunk. Érintetlen, Kriszt. Én is, igen. Te is, Anett, te is. Igen. Ati, hát jó, nem a sajátod, de oké, okay, Kriszt, a tiéd, igen. Jó, rendben van. Persze. Az övé. Nem érhet ki. Hát, hogy eltakarta magát az övé. És így begombolod a kardigánat. Szóval, szerintetek egy párkapcsolatban mikor merül fel a plasztikai beavatkozás lehetősége? Tehát hosszú évek telnek el, a férfi célozgat rá, vagy a nő szeretné nagyon. Általában mit gondoltok, hogy ez hogy szokott lenni? Hát, én például el tudom képzelni, hogy gyerek után azt mondja a nő, hogy szeretném, hogyha olyan lenne, mint régen volt. Uh-huh. És akkor azt mondja, hogy én ezt megcsináltatnám, apa.
Aha, oké. Ez például tud lenni egy ilyen helyzet. Igen, körülöttem vannak ismerősök, akiknél az volt a sztori, hogy inkább ez az önbizalom hiány, és akkor azt mondta a nő, hogy ő jobban érezni magát így a bőrében, meg jobban akarna tetszeni a párjának. De eddig még nem csinálta meg. Tehát, nyilván... anyagi oka volt, uh-huh. vagy bátorság kérdés. És úgy van vele, hogy most már eljött az idő, és szeretne ezen túllendülni. Tehát, hogy valakit mindig bánt ez, és akkor egyszer eljön a pillanat. Hát önbizalom. Oké. Önbizalom hiány. Ha mondjuk eléd odállna a párod, vagy bármelyik párod. Akár most. A múltból, nem a jelenből. Igen, tehát hogy akár egy fiktív párod. Odaállna azzal, hogy figyú, én nézi, de ezt én meg szeretném picit csináltatni nagyobbra, vagy szebbre, vagy nem tudom. Te mit mondna? Mi a válaszod? Hát nyilván attól függ, hogy mekkora az alaphelyzet, de én... Van erre jó válasz, Gyuri? Őszintén. Az őszintesség. Mi az őszintesség? Jó. Hogyha... Jó, tehát nem tetszik? Nem, tehát hogyha... Tehát szerinted is kicsi? Olyan... Szerinted is lóg? Igen. Most én vagyok a párod. Igen, értem, de most akkor tegyük fel, hogy nem egy tökéletes merről van szó, hanem mondjuk pici, vagy mit tudom nézni. És de Gyuri, de nem egy tökéletes merről van szó, de akkor együtt voltál már vele 3 évet, és nem tökéletes mellel voltál barátságban? Igen, elmondanám, hogy igen. Persze. De hát de kemény vagy. De én segítenék neki, hát ha ő maga tudja, és ettől nem érzi jól magát, akkor miért hazudjak a szemébe? Ez egy jó válasz, Kriszti? Nem, én nem örülnék neki. Tehát, hogyha te odaállnál, és azt mondanál, hogy meg szeretném csinálni a melejémet, és akkor azt mondaná neked a párod, hogy igazad van. Igen. Akkor... Pont azt mondanám, amit 3 évig jó volt. De várjál, félreérted, nem azt mondom, hogy igazad van, hanem hogyha az neked jó, lényegében ezt az mondtad. Neked jó, akkor én támogatlak. Jó, mert te szereted kenegetni a verbális kakát, érted? Tehát, de ez lényegében... És ezzel egyedül vagyok ebben a társaságban, ugye? Lényegében ugyanazt mondtad, persze, igazad van. Okay. Támogatom a párom bármiben is, az erről szól. Mert te nem így lennél ezzel? Te azt mondanád, hogy nem, drágám, nagyon jó, lógjon ez még tovább, semmi gond. Az a jó, hogy ilyen kicsi, mert nem lóg annyira. Ilyet nem mondhatsz. Hát egyébként meg, hogy... Nem, én sokkal ügyesebb vagyok. Na mondd, az biztos. Na mondd. Nekem így tökéletes, de ha te úgy gondolod, és jobban érzed magad, akkor ez a te döntésed, és akkor én ebben támogatlak. Mm-hmm. Hát ezért tanulok tőled évek óta, papa. Hát igen, látod, most megtanultad, hogy nem az... Igen, valóban, kicsim, ez lóg. Nem lehet, ez a Gyuri féle keménység, ez... Átkerült a kenőké, és máshova. Na bocs, elkezdtél valamit. Aki tudja már azt. Ja, jó, oké. Szóval, akkor a másik kérdés egy párkapcsolatban. Neked felmerült valahogy... Persze. De nem az a fejedben, hanem amikor párod volt, hogy igen. Odaálltál elé, és... Volt olyan típus is, aki ugyanezt alkalmazta, mint te, és most kicsit kezdem azt érezni, hogy akkor nagyon büszke voltam rá, hogy ő támogat, és hogy nincs problémája a mellemmel, de közben ez milyen átlátszó most így. De nem biztos, hát lehet, hogy ő őszintén gondolta. És volt olyan is, ami persze rettentő fájó volt, aki a legelején mondta, hogy neki a legtöbb barátnőjének meg volt csináltatva a melle, és hogy szerinte kicsi az én mellem. Ez mennyi, ez mennyi idő után mondta? Na, hát nem tudom, néhány hónap. És hogyha én meg szeretném csináltatni, akkor természetesen ez már, tehát ő is támogat, de azért közben ott volt, azt tudod, hogy kicsinek tartja a mellemet, és hát akkor menj te a francba. Jó, hát ugyanakkor meg figyelj, különböző méretű dolgokkal születünk, illetve hát, nyilván azok majd később nőnek meg, de hogy ez nem a te hibád. Ő viszont azt szeretett, én nem tartom elegánsnak, teszem hozzá. Én is azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem volt, ez annyira sértő volt. Nekem, hozzáteszem, nekem ez borzasztóan fájt. Ez fájt is, aha. De jó, de felfoghatod úgy is, hogy én vagyok neki a mindene, az ideál, minden szempontból a legideálisabb nő, mellkérdésben neki más volna az ízlése, és akkor ezt meg akarta veled dumcsizni, és ő... Oké, de tudja, hiszen... Tehát mellhián te voltál a legjobb neki. Majdnem jó vagy. Téged választott nem tökéletes mellekkel, mint egy tökéletes mellűt, aki viszont máshol mutat fel hiányosságokat. Oké, hát most betoltad abban a sarokba, hogy ő egy hős. Nem. Igen. Nem, abban, hogy te egy jó csaj vagy. Köszönöm szépen. Szóval, hogy az van egyébként, hogy akkor ez borzasztó rosszul esetet. Nyilván, és nagyon nehéz volt ezt így feldolgoznom. De többször megfordult a fejemben. Tehát, hogy ez nem ilyen férfi kérdés uh-huh. volt irányomba. Többször megfordult a fejemben, hogy igenis, nekem is kellene, és hogy nem szárkózom el tőle, hogy majd valamikor megcsináltatom. Mert azt gondolom, hogy valóban önbizalmat ad. Tehát önbizalmat ad. Oké. Na most akkor általában ez, még azt sem lehet mondani, hogy mindig a nő ötlete, ugye ezek szerint, mert akkor a férfi igen. ötlete. Christ, neked vannak barátnőid? Vásárolt mellekkel? Nincsenek.
Tényleg? És milyen ez a klub? Tehát, hogy... hogy érted, Messi, hogy mit csinálunk? Messi még erről a klubról. Hogy ünneplitek ezt a klubot? Igen. Van neve? Akkor mit csináltuk egész nap? Nem, de igen, igazából azt szerettem volna megtudni, hogy ugye, hogy, ahogy a Zanett is már mondta, lehet-e így élni? Nem. Hanem, hogy ez általában a nőktől jön, vagy általában a férfiaktól jön ez az igény? Szerintem a nőktől. Tehát mégiscsak ez az önbizalom, szebb szeretnék lenni, van ennél tökéletesebb. Igen, tudják maguktól. Ez már, mennyibe kerül egy mell? Hát ilyen 1 millió forint körül igen. Van, nem? Az kettő? Az és csak párba lehet, igen. 500-500, nem? Nem, szerintem 1 millió fölött van, tehát ilyen másfél körül. Másfél körül van egy ilyen műtét, ami igényes is. Igen, ami olyan, hogy egyforma lesz. Vagy egyforma is lesz. És mell. Na jó, párkapcsolatban általában szerintetek, vagy van esetleg tapasztalat, barátnők, nem tudom mi, általában egy párkapcsolatban ki fizeti ezt a beavatkozást? Hát ha lehet ilyet mondani, hogy általában. Igen, hát amit hallunk. Baráti. Hát, ahogy a férfi, ezt lehet hallani, nem? Uh-huh. Tehát ez a sztereotípia is. Ez a sztereotípia, igen, hát, hogy a férfi. A férfitól... sztereotípia, hogy a férfi fizet. Abban az esetben, hogyha a férfi igényli. Mert nekem van a, uh-huh. nem a szűk baráti társaságomban, de vannak ismerőseim, akiknek megvan a mellük csináltatva, és párkapcsolatban is a nő, mivel a nő akarta, tehát ő finanszírozta is saját magának. Uh-huh. Igen, ilyen is van. Uh-huh. De van olyan ismerősöm is, akinek viszont a pasi akarta, ki is fizette, és hát is akkor igen, akkor a férfi. Hát meg olyan is, hogy a nő akarja, és a férfi azt mondja, de jó ötlet, adom. Igen. Krász, hogyha bármikor eszedbe jutna, hogy itt most valamit változtatnál így mellileg, akkor nálatok hogy néznek ki a finanszírozás? Szerintem beszállna. Beszállna. Felé tehát legalább az egyiket. Krász, a bal az enyém. Adok egyet. Tehát egy önrészt fizetne. Igen. De az a nagy részét te finanszíroznád, te gyűjtögetnél rá? Nem, lát, hogy ő fizetné a nagyobb részét. Uh-huh. De ez most ilyen találgatás most, ugye? Nem, szerintem ő szívesen segítene abba, hogy én jobban érezzem magam. Hogy te jobban érezed magad. Oké, na, ezt megértem. Na, most akkor elkészült az új mell, és akkor jönnek, ugye viszonylag hamar a válási papírok is előkerülnek. Miért lehet ez? Mi vezethet ide? Hát, mert ugye ez a statisztika, és innen indultunk el. Én alapvetően a magabiztosságot gondolnám emögött. Tehát abban a pillanatban megváltozik az az ember, aki ki van békülve a testével, más sugároz kifelé. Tehát találtál egy félénk gátlásos nőt valahol útközben, a partnereddé tetted, és vettél neki 1,5 millió forintért önbizalmat, és amikor az önbizalom megérkezett, ő elsétál. Ez a lényeg? Hát ez történik. Valami igen. Ilyesmi. Először nem sétál el, először kinyílik neki a világ. Először fogadja a bókokat, fogadja az elismeréseket. És ettől, hogy a partner megváltozott, ettől te is meg fogsz változni, hiszen hát valami már nem ugyanolyan, hiszen nem uh-huh. viselkedik. És akkor szinte elkezdődik egy kis féltékenykedés, ilyesmi, kis feszültség bejön a kapcsolatba, és onnan elkezd romlani minden. Nem biztos, hogy a párban keresném egyébként. Tehát, hogy a nő kisugárzásától mondjuk a fickó megváltozik, hanem önmagában a nő szerintem. A fickó is megváltozhat. Gondolom, hogy a nő ugye elkezd magabiztos lenni, ott vannak a szép végeredmények, és elkezd másképp picit szexizni, picit szexibben öltözni, stb. És a pasi látja, hogy éppen hogy megy munkába, stb. Elkezd féltékenykedni, egy kibírhatatlan idiótává válni, mert eddig nem volt az ő nője annyira a veszélynek kitéve, most ezzel érzi, hogy igen. Persze, nagyviság azt gondolja, hogy a másikra ez nincs hatással. Hogy ne? Jó, tehát a sok visszaigazolás. Gyuri, te ugye nem vagy az a finanszírozós típusna. Meggondolom, mire adom ki a pénzt. Tudom, na ez nagyon jó. Inkább Gyuri. Így mondanám. Igen. Szóval, mi lenne, hogyha a te párod elé állna egy ilyen igénnyel? Tehát akkor hogy állítanád fel? Van erre egy üzleti terved? Hát először is próbálnám lebeszélni. Spórolási okokból, de ő nagyon lelkileg már nagyon nem, tehát nagyon bírná, meg önbizalom, hát amiket hallottál most, tehát ő... Igen, hát akkor kénytelen lennék belenyúlni a bukszámba, és maximum azt csinálni, hogy... De ugyanúgy önrészt vásárolnám, mint az Ati... Megkérdezném, lehetne részletben rendezni például... Nála? Tehát ő előlegezze meg, és törlesztezne? Nem nála, az orvosnál. Például lehetne ilyet csinálni. Vagy mit tudom én, hogyha egyben csináltatom a kettőt, van erre akció.
jó. Tehát hogy amit a kettő. Hát, nem késéssel. Nem késéssel. Késés. Hát a Gyuri alapvetően igen. De hogy van-e valami bónusz, hogyha egybe csináltatja. Drágám. Nézd, drágám, én a jobb oldaladon alszom, nekem az elég. Szóval igyekeznék bedobni, amit lehetne nyilván, hogy valahogy ezt a terhet, ezt gyengítsem. Igen. Jó, de akkor úgy érzed, hogy ez a te sarad lenne, csak próbálnál valamiféle leasing konstrukciót, vagy nem tudom, bónuszcsomagot, vagy... Igen, mindenképpen segítenék, igen, hát hogy jobban érezze magát, ez mind a kettőnkről szól. És ha kapnál a csomagba egy olyat, hogy oké, mondjuk a nincsen részlet, de mondjuk ha megveszed, egybe veszed meg mind a két mellett, akkor te is kapsz egy ingyen beavatkozást. Ez már tetszik. És akkor mindet adnád oda? Hát egy kicsit ezt a tokavonalamat megcsináltatnám szerintem. Az szoktam nézegetni a tükörben, hogy nem lenne rossz. De ezért vagy borostás? Kicsit ilyen Brad Pittesebb lenne így az arcélem, tudod, egy kicsit szögletesebb, azt nem bánnám. De akkor ezeket ezt úgy hívják a gasztronómiában, hogy malacpofa. Hogy azt a... Jó étvágyat neked hozzá. Remélem én jutok eszembe, hogy minden malacpofa pörköltednél. Kívánom de, neked. De az nem zsír, Gyuri, hanem az ilyen rágó ízom itt, ami ilyen nagyon markánsá tesz. Hát akkor abból egy kicsit lefaragnál. Akkor leesik az állkapcsoló. Hát csak ért hozzá, nem ez a doktor. Mindegy, most már zsarold meg. Csinálja meg, most jár a bónusz. Miért, de mit választanál, hogyha neked is lenne egy lehetőséged, és tudod, hogy neked is kinyílna a világ, megváltoznának a viszonyok, hogyha valamit beavatkoznak, akkor mit kérnél? Hát én Tarzan melleket. Tehát, vagy legalább, hogy a, nem tudom, lehet, hogy a nincsen. Hát olyan Tarzan melleket, tudjátok. Aha, szélek, szögletes. Mellizmot szeretnél? Igen, Tarzan mellizmot. Hát akkor csak, hogy helyes kifejezés. Vagy mit tudom én, Bruce Springsteen-i, akkor legalább olyan legyen. Ott a jó ég, az akciós lesz szintes. Az a kis tyúk mell. Bruce Springsteen nem jó a melle? Hát, nem nézegettem még különösebben, de nem emlékszem, hogy jönnek. Akkor legyen Tarzan. Tehát Tarzan mellekkel én aztán maga biztosan sétálnék ki a stúdióból. Holó nélkül. Ja. Laci, neked egy beavatkozás. Mi az, ami téged magabiztossá tenne? Hát nem tudom, lehet, hogy egy zsírleszívás, és akkor azt fel is tudnám neked ajánlani a Tarzan mellhez. Fúj, te undorító. Az ember jó szándéka fordul. Ajánlj fel a feleségednek valamire. De miért nekem? Mire, hájas sütemény sütni, vagy mi? Jézus már. De te hogy lehet elvinni ezt a témát ilyenbe? Tényleg. Ha belem fordul. Mi? Nekem is. Borzasztó, tényleg. Itt beszélünk pszichológiai dolgokról, lelkek, önbizalomhiány, mi egy már részletfizetés, finanszírozás, meg minden, és akkor jössz ezzel a vödör zsíroddal. Jézusom László. De betetted a vödör zsírodat a közösbe. Miért a Gyuri, hogy néznek ki, megcsináltál a nyitott szája, mert leesik az állkapcsolat, te meg két ilyen irreális ajtó nem beférek mellekkel, közben vizé pipasszál lábakon hozol egy ekkora az mellett. Maximum egy karikatúra lenne, de hát ez Jézusom. Na, jó, akkor, és nem zavarna egyébként téged, hogyha ilyen szép Brad Pitt arcod lenne? Tehát, hogy úgy beszélnének rólad, hogy itt a magyar Brad Pitt, és bámulnának téged? Azt érezném, hogy megérkeztem végre. Igen. Erre vágyom, a magyar Brad Pitt névre, igen. Ezt ismerjétek, hogy Brad Pitt és Tarzan bemegy a kocsmába. Ja, és elmennél Tarzannal inni? Persze, óriási bulik lennének. Sőt, be is mutatnálak. Hozzatok egy italt a barátom, hogy Tarzannak. Kösz, Brad. Na jó van. Köszi, nagyon érdekelt ez a dolog, de akkor ezek szerint nagyjából tudjuk összegezni, hogy ez az, amikor egyszerűen a nőnek, aki megcsináltatta, kinyílik a világ, hirtelen vonzóbbá válik mások számára, ezáltal kísértésbe is esik, avagy a férfi, az ő párja féltékenyé válik, és innentől indul be az űrzavar. Így. Köszönöm, Kriszt, köszönöm. Én figyelek rád. Én meg csak rád nézek, mert a Lacira nem merek, mert jön megint valami gusztustalansággal. Már kínálja a hájat. Gyerekek, a szépségipar az nem csak a csillogásról szól, meg a fényről, meg ezt a megmutattad. Pompáról. Ezt most megmutattad. Van a veszélyes hulladéktároló hátul a klinika mögött. Jézus. Ott van az én nagy részem. Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy azt a helyzetet meséljétek el, amikor te kifizetted a párodnak, és most nem beavatkozás, bármit, amire nagyon-nagyon vágyott, mert azt hitted, hogy ez majd akár a kapcsolatotokat egy magasabb szintre emeli, de ez lehet teljesen más, ez lehet egy tárgyi dolog, egy bármilyen vágy, nem tudom, utazás, bármiféle... Ékszer, készpénz.
tök mindegy, akár egy műtét, tehát amire nagyon-nagyon vágyott a párod, te kifizetted neki, és aztán csúnyán pofára estél, amikor ez megtörtént. Wow. Ilyen sztorikat kérünk. Most 0-20-22-22-122. Múlva, hát ez nagyon megmozgatta ez a téma, ami drága barátainkat, a hallgatókat, ugyanakkor senki nem vállalt semmiféle beszélgetést. Ez miért érdekes? Hát a legdurrább sztori itt az, hogy megvettem a mosogatógépet a feleségemnek, és most meg nem hajlandó bepakolni. Tehát ez a legdurvább. Ez nagyon durva. Igen. Na nézzük, azt mondja, az exem meg akarta csináltatni a melleit, mondván szebb legyen rajta a mennyasszonyi ruha. Megcsináltatta, fél év múlva esküvő, majd jöttek az igények, autó, stb. Két év múlva válás, az ok, elhidegülés a részéről. Aztán elkezdett pénzes ember után kutatni, ahogy látom, most élvezi az új Volvót a segge alatt. Igaz, amúgy boldogtalannak mondják a közös ismerősök, a műtétet közösen fizettük. Ez egy olyan történet, hogy teljesen beleillik ebbe a vállóperes ügyvéd elmondásaiba. Megindított egy folyamatot igazából ez a dolog. Igen, és ez tényleg egy dominó elv, nem? Tehát, igen, hát amit itt a férfi leírt. Esküvőre megcsináltatta a melleket, akkor jó, van ebbe még autó, és akkor szépen sorban. Igen, és aztán az már kevéssé vált, akkor és most ott van a Volvo, de... Persze, hogy elhidegült, amikor a férfi elkezdi érezni, hogy ő csak arra van, hogy egy pénzzsák legyen, akkor nyilván nem teszi bele magát úgy a kapcsolatba. Vagy a nő ez esetben vérszemet kapott, és a férfi egy idő után már nem tudta teljesíteni az igényeket. Igen. És akkor egyszerűen tovább lép. Persze, meg hát azért látja ő is a tendenciát. Tehát, hogy Sziasztok, nekem volt egy barátnőm, aki plasztikai műtét függővé vált, a függőség minden tulajdonságával, elcsépelt szöveg, de tényleg veszélyes elkezdeni, pláne fiatalon, tudnék mesélni, ne hívjatok, ezt idézőjelben írta Tibor. Akkor jó reggelt, drágák, nekem a várandóság alatt nőttek meg a melleim, ami a férjemnek és nekem is nagyon tetszett. Előtte eléggé szomszéd kis fiúfazon voltam. El is döntöttük, hogy a szoptatás után megműtetem őket, még egy pelenkát sem vettünk a leendő gyermekünknek, de a műtétre már félre volt téve a pénz, de akkor most elgondolkodunk. Amúgy eskü jó szülők vagyunk, azóta megszületett a babánk, és van pelenka, ruha és játék is, puszi Ancsa. Hát nem biztos, hogy el kell gondolkodni. Nem jelenti azt. Szerintem, aki korrigálni akarja, ami nem tetszik rajtam, nem biztos, hogy engem szeret, hanem egy képet, amit rólam alkotott. Én azt gondolom, hogy két dolog van. Tehát, ugye megszeretsz egy embert, egy személyt, egy személyiséget, egy karaktert, egy mindent. És ugye van a másik, a külső. A külső az ugye nem állandó, az változik. Tehát attól még lehet valakinek az igénye az, akár saját magával szemben, hogy valamit szeretnék még alakítani magamon, vagy akár a párodnak, és ez nem jelenti azt, hogy nem szeret téged. Téged szeret, csak a külső része, ami leválasztandó ez esetben, azon még lehet valamit javítani, és miért tennénk meg, gondolhatja így. Hát ha ez egy közös igény, de én azt gondolom, hogy egyébként férfi ezzel nem jöhet elő. Tehát nincs az a helyzet, amikor azt mondja, én nagyon szeretlek, elfogadlak úgy, ahogy vagy, de nem vagy úgy, ahogy vagy. Ezért változtassunk rajta. De ugyanide tartozik ez a fogy egy picit, mozogj egy picit, mindent, tehát akkor ez ugyanaz a kategória. Abszolút, nem? Abszolút, és olykor nő is szól férfinak, hogy légy szíves, kezdje már valamit magaddal csinálni. És nagyon elterebélyesedtél róla. Hogy nem teheti? Szerintem nem ildomos. De tök jó fölhívni a figyelmét a másiknak arra, hogy figyú, cuki vagy, egy apróság, és lehetnél akkor, még cukibb. Ha megszületik valami szikra benne, hogy ő nem érzi jól magát úgy. De mi van akkor, már elnézést, mi van akkor, hogyha te megismerkedtél a szerelmeddel, aki egy bombázó volt. És az a bombázó, az elkezd ilyen nehéz bombázóvá válni, és ott minden elkezd már, mit tudom én, akkor nem hazudsz, ha azt mondod, hogy ez ugyanolyan. Hát nem ugyanolyan, persze. Na de hát, hogyha van lehetőség rá, hogy amit lehet, azért tartsunk meg, miért ne tennéd? Mert erről ő dönthet. Figyelj, tehát, hogy én nem szabhatom meg semmit. Nem megszabni, de megkérheted rá. A testi vonzalmat nem lehet kontrollálni. Az egyszerűen vagy van, vagy nincs. Hogyha akkor megváltozik, igen, a külső, akkor sajnos a testi vonzalom nem tehetsz róla, de el fog múlni. Igen. Ilyen igen. Van. És miért ne beszél, miért ne kérhetnéd meg rá? Nem kötelezni, de miért nem kérhetnéd meg rá, hogy drágám, annyira örülnék. Mert bántó lehet, amit az Anette elmondott. Mert bántó lehet. Ezért inkább menjünk tönkre. Ja. Hát inkább menjél majd egy feszesebbhez? Nem csak ez az, de mintha csak ez az út lenne egy férfi agyában, hogy a nő, ha már nem olyan, mint amikor megismertem. Nem, azt mondtam, hogy csak ez van, azt mondtam, hogy lehet ilyen. Hát lehet ilyen, de
én biztos, hogy nem hazakodnék elő. De alig várnád, hogy előhazakodjon ő? Ne, de ez sincs bennem. Nagyon remélnéd. Nem. Magamban nézek, és nem. És ha előhozakodik, és azt mondja, hogy na, én most megcsináltatom? Akkor támogatni fogom ebben. Nekem fontosabb az, miért nem hogy mondod, ő... hogy nem? Én szeretem, ha mert csüng. Mert az ő döntése. Ez nem erről szól, hogy hát azt szeretem, hogy csüng, vagy szeretem, nem, hanem ha csüng. Szeretem. És elfogadom én azt a szeretlek, változást. Ahogy vagy, ha csüng, ha nem csüng. Ha én dönthetnék, csüngjön tovább. Csüngjék. Csüngettessék. Csüngettessék. Hát persze, hogy szereted. Hát igen. Na de hát akkor meg miért nem vagy férfi a sarkadon, és azt mondod, az hogy csüngjön, férfi, amíg csüngnie kell. Mert ez nem férfiség a sarkadon, hogy sértegeted a párodat. Miért kell mindenben egyet érteni? Nem sértegeted a párodat? A csüng azt hiszem egy bevett szó, amikor a párod melleiről beszélsz, nem? Hát ha szeretettel mondod. Csüng. Csüng ide. Na, sziasztok, szerintetek korfüggő-e, ha valaki az önbizalmát támogatandó megcsináltatja a mellét, például 60 fölött? Szerintem egyáltalán nem korfüggő. Ne. És hogyha te úgy érzed, akkor csináld. Ez teljesen bátorítalak. Nálunk mellműtét sem kellett hozzá, megkapta az állampolgárságot, és jött a válás, üzeni RC Pilot. Ez, milyen állampolgárból lett magyarra, aki várta ezt? Te beszéltél vele, és nem vállalta. Nem vette fel. Ja, nem vette fel. Na. Sziasztok, a genetikának hála az átlagnál kisebb mellekkel rendelkezem. Tinikorom egy rémálom volt, de ahogy elkezdtem dolgozni, megbarátkoztam a méreteimmel, push-up melltartók feltalálójának Nobel-díjat. De a párom szerint, ha túl leszünk egyszer a gyerek mizérián, kifizeti, csak műtessen meg. Nyilván nem akarom, és nyilván tudom, hogy a szülés és a gravitáció nem fog jót tenni. Szép napot, Zsuzsi. Ez érdekes, pedig nekem ebből a szövegből úgy tűnik, mint a párod téged támogatna abban, hogy csináltasd meg utána, a gyerek megvan, aztán abszolút, amilyenre szeretnéd. Én így éreztem. Igen, mert valószínűleg a párja azt hiszi, hogy a Zsuzsit zavarja, de a Zsuzsi meg már igazából megszokta, elfogadta, hogy így van. Megvan. Sziasztok, hát a párom nagyon akart egy jegygyűrűt, megkapta, és rá pár napra vége lett a kapcsolatnak. Pár napra az eljegyzés, az szép. Utazást vettem karácsonyra, majd január 1-én szakítottunk. Uh-huh. Ő sem szerette volna elmesélni, igen. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Tarzannal, Brad Pittel és egy vödör lovászsírral. Pont azt dobjuk ki, te hülye. Sziasztok Istenek, én megvettem a Mercit, amivel felkereste a régi barátját, váltunk. A részleteket még mindig nyögöm, üzeni Ati. Sziasztok! Nem álltam túl fényesen anyagilag, de 22 éves páromnak kellett egy laptop, hogy tovább tanulhasson. Apám és én dobtuk össze rá a pénzt, ezután ráfüggött egy online játékra, ahol megismerkedett más játékosokkal és lelépett egyel. Ez kb. 5 hónap leforgása alatt. Jó a téma, Markolós Peti. Gyönyörű ez is. Ez is gyönyörű téma. És mit csinál, visszakéred a laptopot? Nyilván. Ennyi. Nem tudom. Na jó, rengeteg jó sztori volt ebben, nagyon-nagyon szépen köszönjük, jövünk vissza, egy hangeri másint játszunk, hívjatok most 0620-22-22-122. Húha, mennyi történet jön még itt ezzel kapcsolatban. Párat még felolvasnék. Egy hölgy azt üzeni nekünk, hogy nem csak a nőknek van baj a méretekkel, a férfiasságról is beszéljetek, mi is elfogadunk mindent. Ez kemény visszaszólás azért. Igen, ugye? De ez sem igaz, hogy mindent elfogadnak a nők. Egyrészt nem, mert a hátunk mögött röhögtök, bár én ilyet hál' Istennek sosem hallottam. Arra hallottál csak pozitív kontextusban. Igen, olyat viszont hallottam, egy rendezvényen, basszus. De emlékszem. Erről szólt a műsor, nem? Meséltem. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem de hát ezt, ugye ez a férfiasságot, ez azért jóval nehezebb, talán nem is lehet műteni érdemben. Hát... Én úgy tudom, hogy nem, tehát lehet ilyen-olyan, nem tudom miket, de hogy ezt nem lehet műteni, tehát hogy... Fogalmam sincs, nem jártam még utána. Uh-huh. Hát téged úgy szeretnek, ahogy vagy. Egyébként igen. Hajrá, Laci, végre egy férfi üzenik még neked. Kösz. Aztán másfél évig nem volt munkája, a rezsi meg minden mellett vettem neki egy Suzukit, vasárnap bejelentette, hogy válni akar. Uh-huh. Akkor nálunk a gyermekvállalás volt a vágy.
10 évig küzdöttünk érte, mire összejött. 7 hónapos volt a kisfiam, amikor a feleségem lelépett vele az indok, most már tudja, hogy lehet gyermeke, kinyílt a világ. Én szerettem úgy is, hogy azt hittük, nem lehet gyerekünk, de miután összejött, már nem kell beérnie velem. Azóta férhez ment, és lett még egy gyerkőcük. Üzeni Attila, azt a mindenit. Igen. Van egy balesetünk Újpesten, a Megyeri úton személygépkocsi kontra 30A busz ütközött, kezdődik a torlódás. Aha. Jó, van ettől nem érdekli. Klinikai fotós voltam, 35 éve mellplasztikák hazai hőskorában. Akkor mondta nekem a híres plasztikai sebész, ezek mind vák, a férj fizeti, de egyik sem a férjének csináltatni megy a mellét. Uh-huh. A férjem fanatikus horgász. Egy jeles napra megleptem hihetetlenül drága, de csillogó-villogó, mutatós horgászfelszereléssel. Megköszönte, majd felvilágosított, hogy ez egy tengeri horgászfelszerelés, míg a mi kis falunk határában egy patakocska csordogál. Kata, ez jó sztori. Na jó, játszunk egyet. Évi van itt. Hello, Évi, jó reggel, szia! Sziasztok, jó reggel! Jó reggel! Évi, el is kezdjük gyorsan a játékot, jó? Mutathatjuk? Jó. Igen, hallgatom. Okay, szerintem ez nem lesz nehéz, figyelj! Vágyaim a kék égen, gyümölcsfáim csúcsán, gyümölcspárlat, szerelmem, legyél az enyém. Tehát vedd fel velem a kapcsolatot, meg fogok halni nélküled, gyümölcspárlat, szerelmem, legyél az enyém. Ez nagyon jó. Évi? Itt vagyok. Csak nem tudom pontosan a címét, de Pálinka, szerelmem, légy az enyém. Igen. Akkor mondod az előadót. Azt nem tudom. Ne viccelj, ezt el kell fogadnunk, igen, nem? Igen, csak benne van nagy. Magna cum laude. Ez az. Hát meg vagyunk, Évi. Szuper, köszönöm. Ez lesz egy bocsizacsi neked, és benne egy még mindig Winter Edition Sapi. Így van, és bögre vagy termosz. Termosz kérnék. Oké, Évi, hívunk majd. Köszi szépen, szia. Sziasztok. Szia. Jövünk vissza a gyerekek, és maradunk így a szépségnél. Ma egy ilyen napunk van, méghozzá a kozmetikumoknál, mert ugye tényleg léptenyomon látjuk ezeket a reklámokat, hogy ide kensz egy pár cseppet, ránc, eltűnik. Oda kensz egyet, már felemeli az arcbőrt, igen, és az öregedést gátolja. Gyakorlatilag rengeteg, amióta a kozmetikai ipar létezik, ezekkel az ígéretekkel tele van a polc, meg a tévé, meg minden, mm-hmm, és hát valljuk, bevesszük ezeket. Igen, mert most van egy új formula, na ez majd segíteni fog nekem, ez egy jó lesz. Kis Q10, egy kis hialuron, egy kis anti-aging, és ezeket kenegetjük az arcunkra, és most érdekes találtunk több pontban összefoglaló cikket arról, hogy ezek nullát, de ez szó szerint is nullát érdek, tehát nincs szemránc krém, amit olyan, ami tényleg szemráncot eltüntet. Ilyen nincs. Legjobb esetben hidratál, de az is egy pár óra múlva elmegy. Tehát, hogy gyakorlatilag, és majd szépen elmondjuk, hogy mit állít egy cikk ezzel kapcsolatban. A retinol állítólag egy csodaszer, de azt meg nem adják oda vén nélkül. Ez milyen? Ott a retinoljuk, és nem adnak. Így van. Na most, hogy mik a kamuk a kozmetikai iparban, mi az, ami használ, mi az, ami nem használ, ezt beszéljük meg dr. Pónyai Katinkával, ő ugye bőrgyógyász és kozmetológus szakorvos, és ő azért ezekről nagyon-nagyon sok mindent tud, ő nagyon sok mindent tesz azért, hogy emberek fiatalabbnak nézzenek ki, de nem feltétlenül krémekkel, vagy csak krémekkel. Tehát, hogy mi van ezekben a krémekben egyáltalán, ezeknek van-e bármilyen értelme, ezt megbeszéljük Katinkával, és aztán feliratjuk magunknak, ami vénköteles. De mindent. 8 óra 9 perc van, jó reggel, sziasztok, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggel. Jó reggel, Gyuri, szia. Jó reggel, hello. Anett, hello. Jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Szia. Na, hú, még mennyien írtatok az előző témára, de most már váltanunk kell, egyébként baromi jó SMS érkezett itt a mostani témánkhoz. Amikor az alföldi tanyáról gumicsizmában kendővel a fején bement a mamóka a drogériába, hogy vegyen a kiszáradt bőrére egy krémet, csak állt a megrakott polc előtt is nézett. Aztán kért segítséget, az eladó elkezdte sorolni. Aloe verás, Q10-es, natur, hidratáló kecsketeje, mattító glicerines. Kapott gondolkodási időt, de mamóka csak egyet jegyzett meg, és rávágta azon, a kútvízes jó lesz. De cuki. Ez nagyon cuki. Na, hát menjünk is bele szerintem. Gyuri ugye olykor csinál nekem felkonfokat, és a mai felkonf így kezdődik. Régi hobbim a szépségápolás.
Hát ismer. Nem akartam hazudni. Nem akartam. Valahogy el kellett kezdeni. Szóval, ugye egyébként való igaz, hogy nekünk férfiaknak is ugye egyre több kozmetikum áll rendelkezésünkre, hál' Istennek egyre több férfi használja, és aztán a másik nagy mondata a Gyurinak, amit az én felkonfomba ide intézett az orrom elé, az az, hogy aztán ott van a nagy bálványom Cristiano Ronaldo. És nála ugye ő gyakorlatilag egy dolgot csinál többet, mint edz, keni magát. Hát nagyjából annyit van igen a fürdőben, mint amennyit jegyzésen, egy napi 2-3 órát. És közben Georgina költi a pénzt. Aztán itt van David Beckham, ő bevallotta, hogy a feleségének, ugye az egykori Posh Spice Victoriának köszönheti ragyogó külsejét, mert lenyújja mindig a krémeit. Aha. Így van. Szóval abban semmi ciki nincs, hogy itt már a férfiak is lecsapnak ezekre a dolgokra, de hát ugye elsősorban mégiscsak a nők, és mi most találtunk 6 úgynevezett szépségtitkot, amire rábukantuk egy cikkben egyébként, és hát ugye annyi ígéretet hallottunk már, hogy hányféle kenceficét próbálnak ránk tukmálni a reklámok, egy csepp hialuronsav ide, akkor eltűnik a szarkalába, akkor egy kis újnyi anti-aging krém oda, és akkor a kollagén termelésünknek hála, feszesebbé válik a bőrünk, aztán hidratáló krémek, algáspakolás, aranyszemcsés maszkok, olajos szérumok, vitaminos cseppek. Csak bólogatsz, Laci, látom, hogy bólogatsz. De ezeket mind hallom reklámokban, és ilyenkor már így lezsibbad az arcom, és így gondolkodom, hogy na, és akkor ez nekem hol segített? Mert sehol. Valamit ki kell próbálni, el kell indulni ezen az utazáson. Nagyon nehéz, félek. Tudom, elhiszem, és jogosan félsz egyébként, mert aztán itt hazaviszünk mindenféle dolgot, és akkor várjuk, és még olykor el is hisszük, hogy tényleg, mint hogyha fiatalosabb lenne, mint hogyha az aránc az el kisebb is lenne. Persze, én is megveszem majd a 10000-es krémet, és utána rájövök az első kenés után, mert én rájövök az első kenés után, hogy ez nem ér semmit. De, utána, nem első kenés, de fog visszamenni. Nem első kenés, hát azt ígérik, hogy akár 2 hónap múlva már, akár. Mint hogyha akár. Neki igaz, akár. Lacinak erre nincs 2 hónap. Napja. Halló! Na, de most egy csomó mindenről lerántották a leplet. Egy párat elmondok. Azt mondja, itt vannak ezek a drága öregedésgátló krémek, hogy ezek egyáltalán nem szabadítanak meg a ráncoktól, csak a retinol lassíthatja, vagy fordíthatja vissza az öregedési folyamatot, viszont ezek a szérumok többsége csak a bőr víztartalmát növeli meg, ami nagyon átmenetileg finomítja egy picit a vonalakat. Aztán... A retinol, nem tudom mi az, majd mindjárt kiderítjük, minél erősebb, annál jobb. De az a baj, hogy a vén nélküli fajták, azok nem nagyon hatékonyak, és a magasabb adagot tartalmazók meg irritálhatnak. Aha. Akkor itt van például, hogy azért nem mindegy, hogy például a bőrápolási rutinnal nem tesszük-e tönkre a bőrünket, mert azonnal, hogy égő vagy csípő érzést érzünk, az biztos, hogy a bőrünknek rossz. Az biztos, persze. De éreztünk már ilyet, nem? Hát igen. Azért hál' Istennek. Lángolt a bőröm, nekem is már ilyen olyan kerülcsről. Hát igen, igen, nem az arcon, de volt ilyen, persze. Az a vietnami balzsam volt ott amikor tinédzser voltam, mert vártam tőle hatást. De ez nem az, Gyuri, ez nem az, amikor lángolt a bőröm, hanem az arcomra kentem valami kozmetikumot, és olyan éreztem, hogy ilyen piros és ilyen forró lesz az egész, nem volt jó érzés. Akkor mi van még? Szemránckrém. Na ez a legnagyobb marketingfogás. Azt állítják, hogy a szemránckrém az nem más, mint mini tubusban 2-szeres árért sima hidratáló krém. Na persze, honnan tudja a krém, hogy szemráncra van vagy nem? Majd a krém azt mondja, hogy ne haragudj, te a könyöködre kentél, itt nem fogok dolgozni. Na, akkor azt is mondják, hogy ne rendeljünk kínai webáruházakból kozmetikumokat, mert egy része hamisított, nincsen garancia, nem ellenőrzik, stb. Uh-huh. Szóval, hogy mi az, ami jó? Vízívás, belülről hidratál, igyások vizet. Ránctalanít, arcmasszázs, segít az arcliftingben, arcgőzölés, stb. De nem én akarok tanácsokat adni, hanem pont ezt akarom megbeszélni egy szakemberrel, és tudjátok, hogyha bőr, akkor Katinka. Azaz, mindig bőrgyógyászati vagy kozmetológiai kérdésekkel hozzáfordulunk dr. Pónyai Katinkához, bőrgyógyászhoz és kozmetológus szakorvoshoz. Itt van Katinka, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, láttalak a TikTokon. Insta. Nem. Az Insta volt? Az Insta volt. Az igen. Insta volt. És a Katinka azt mondta, hogy hát ha engedjük elmondani a mondani valóját, akkor ő nagyon elmondaná. Na, akkor vágjunk bele. Szóval, bennünk összedőlt egy világ, te mit szólsz ezekhez az állításokhoz?
Abszolút, egyet tudok érteni a legtöbbel. Ugye a végén mondtad, hogy viszont, ha sok vizet iszol, meg arcjogázol, meg mit tudom, meg mit mondtál, hogy gőzölöd az arcodat, akkor megállítod az öregedést, vagy visszafordítod a ráncokat, tehát ez ugyanúgy nem igaz. Jó, ez sem igaz. Hát de hogy lenne? Tehát, hogy igazából az öregedés, ez mindannyiunkat érint, ez érinti a csontokat, érinti az izmokat, zsírpárnákat, és a bőrt is, tehát nyilván tehát abszolút normális, hogy kialakulnak a ráncok. Vannak statikus, meg dinamikus ráncok, nyilván a bőr minőségét, hogyha javítgatjuk, akkor ezt ki lehet tolni, vagy el lehet egy kicsit odázni, hogy talán később alakuljanak ki a ráncok, de ráncok ki fognak alakulni így is, úgy is, teljesen mindegy, hogy mennyi vizet iszol. Tehát, igen, sajnos, de ezek a kozmetikumok, ugye, mert tényleg, tehát akkor nézzük akár egyenként, igaz-e az, hogy ezek a szemránc krémek, ezek a minitubusban, aranyárban, ezek igazából nem mások, mint hidratáló krémek, gyakorlatilag kisebb kiszerelésben és jól felárazva? Hát ez egy nagy általánosítás, tehát hogy vannak olyan hatóanyagok, ahogy mondtátok is, például a retinol vagy a retinoidok, amik tényleg tudnak működni. Tehát, hogyha ilyen hatóanyagot beletesznek egy szemránckrémbe, akkor finomítani fogja a bőrnek a textúráját. Itt mindig az elvárásokkal van a gond. Tehát, hogy azért a legtöbb ember az úgy gondolkodik, ilyen eső után köpönyeg jelleggel gondolkodik, hogy egész életében odavág a bőrének, naposztatja, szoláriumoztatja, mondjuk dohányzik, stb. És akkor egyszer csak belenéz a tükörbe, azt mondja, úristen, hogy én milyen ráncos vagyok, elrohan, megvesz drága pénzért egy szemránckrémet, és utána azt várja, hogy visszakapja tőle a 20 éves bőrét. Hát nyilván nem fogja visszakapni. Hát más meg miért venne szemránckrémet? Hát tehát ez van, igen, ez a páciens, Katinka. Hát tudom, de igazából ugye ezek inkább megelőzésre vannak. Tehát, hogy bármilyen hülyén hangzik, de hogy mondjuk a 20-as években el kell kezdeni bőven a fényvédőzést, és el kell kezdeni időnként ezeket a hatóanyagokat bekapcsolni az életünkbe, és akkor már nem az van, hogy kárt mentünk, hanem hogy a megelőzéssel, a szabad gyökök kivédésével, az UV sugárzás által okozott kár kivédésével tartósítjuk magunkat egy adott szinten, szintén tovább öregedve. De való igaz, hogy ez, hogy fölkensz egy szemránckrémet, és mondjuk másnapra megfiatalodsz, ez nem fog működni. De mi az a krém, Katinka, vagy az, mondd azt, hogy filmtrükk, én nem tudom. Látok egy idős ázsiai bácsit, ott ül egy széken szomorú. Nagyon-nagyon lógnak ott a táskák a szem előtt, picit derikes a benyomás. Oda lép egy nagyon helyes ázsiai kozmetikus hölgy egy kis krémmel, és elkezdi csak az egyik szemét így körbe dörzsölni, és a kamera nem áll le, 14 perc múlva a manusnak eltűnik a derik táskája, és egy tök sima szem keretkezik, úgyhogy látom az egészet, nem áll le a felvétel. Igen, ezt én is láttam, hogy az ázsiaiak nagyon-nagyon extrém dolgokat is csinálnak, tehát ők fel is felluxozzák az arcukat adott esetben, hogyha már úgy érzik, hogy lóg, de ebben lehet valami olyasmi, mondjuk egy akrilát származék, ami egy picit összehúzza ilyen gyanta, műgyanta jelleggel, így összehúzza az arcot, aztán, hogy ez mennyire egészséges, vagy nem egészséges, az már egy másik kérdés, ugye teljesen más szabályozás van Európában, és teljesen már, vagy igazából azt mondom, hogy szabályozatlanság van Ázsiában a kozmetikumok tekintetében. Tehát a kínai, amit mondtatok, hogy kínai weboldalról rendelni, külföldről, Európai Unión kívülről rendelni, azért nagyon necces, mert sok allergén tartalmaz, nagyon sok irritációt okozó anyagot tartalmaz. Ugye az irritáció, az reakció volt, amit te is mondtál, hogy magadra kened, és rögtön elkezd égni, forrósodni. Égni, rögtön, amikor rögtön érzed, hogy piros a bőröd, ég a bőröd, nem jól működik valami, az egy klasszikus irritatív dermatitis. A jó hír az, hogy amikor abba hagyod ennek a bizonyos kozmetikumnak a használatát, akkor gyakorlatilag ez elmúlik, akár spontán, tehát egy pici hidratálás, egy kis nyugtatással elmúlik. Az allergiás reakció az viszont durvább, tehát azt hiába hagyod abba a krémnek a használatát, onnantól kezdve folyamatosan egy egyre erősödő reakció alakul ki, ami máshova is elterjed, és csak gyógyszer tudja leállítani, szteroid konkrétan. Na most te is említetted, de ez a cikk is említette, hogy itt van ez a retinol, mi természetesen laikusok azt se tudjuk, mi ez, de hogy ami forgalomban vény nélkül kapható, az semmit sem ér, viszont van vényköteles retinol, akkor abból írjál fel nekem. Jó. Na de ez, az mi? Csak arra is beszéljük, most ezt persze így megdumáltuk, de hogy tényleg, hogy az mi? Az tényleg jó? Az felírhatja a bőrgyógyász?
Igen, tehát ez egy tulajdonképpen a retinol az maga az A vitamin, és akkor ennek vannak szintetikus származékai, vannak elnézést. Azt hitte ízgép. Azt hitte ízgép, mint az A vitamin volt. Komolyan. Úgy hangzott, hogy ilyen Harry Potter valami kocsvaléka. Nem, nincs ilyen. Tehát, hogy van mindenféle származéka ennek, és akkor ennek van olyan származéka, ami nagyon potens, és akkor nagyon jól működik bőrbetegségekben, és van olyan is, ami a kozmetikumokba kerül, de ez egy gyűjtő név, tehát azért, mert rá van írva valamire, hogy retinol van benne, attól az még nagyon sok mindent jelenthet, és ugye nem véletlenül vényköteles, és nem véletlenül bőrgyászati szakvizsga köteles az ennek a típusú gyógyszernek a felírása, mert ennek, tudod, mindennek, aminek van hatása, annak van mellékhatása, és nagyon durva mellékhatásai lehetnek ennek a gyógyszernek. És azért után, hát, mondjuk hajvesztés is benne van, csak hogy a legenyhébbet bele mondjam. Tehát a szemem alá kenem, és a fejem tetején hullik ki? Nem, hát ugye a szájon átszedhető gyógyszer. Ja, bocs, ja, hogy ez az nem kenem a retinolt. Nem, ezek gyógyszerek. Oh. Ezek nagyon erős aknésoknál használjuk, vagy pikkelysömörnél, tehát hogy megvannak azok az indikációk, aminél kell, muszáj használni, és nem örülnek neki a delikvensek, hogy használjuk. De ugye ennek van helyileg fölkenhető változata, azt is általában aknésoknak szoktuk fölírni, és van ez a bizonyos gyógyszertárban kapható krémekben, vagy kozmetikumokban lévő származék, ami ugye a fiatalitást lövi be, de ott ugye az a lényeg, hogy egy olyan terméket adjunk a fogyasztónak, amivel nem tud önmagában kárt tenni. Mert abban a fogyasztó egyébként szempont, jó. Igen. Jó. Katinka, a hollywoodi sztároknál lehet hallani, meg szerintem itthon is volt olyan színésznő, aki mondta azt, hogy ugyan már hagyjuk már ezeket a krémeket, ez van benne, az van benne, a legegyszerűbb aranyér kenőcs, az szemkörnyékére a legjobb. Ezzel mi a helyzet? Hát igen, az ott a duzzanatot tudja, tehát akinek ilyen táskás a szeme, táskás véreres a szeme, a duzzanatot tudja csökkenteni, tehát egy átmulatot éjszaka. Hát meg kell próbálni. Csak egy bontatlant javaslok, először megpróbálás. Tehát ne kérjél kölcsön a nagypapától. Hanem... Akkor a bocsinak az ipari retinolt írt föl, légy szíves nekem meg az aranyérkenőcsből egy ilyen 6 deciset. Jó, mindenképpen. Egyébként, hogyha arra vagytok kíváncsiak, tehát vannak nagyon jó blogok, meg nagyon jó Instagram oldalak, ha már Instagramról szó volt, és van például az okos szépség. Tehát, hogy őt maximálisan ajánlom, nem bőr gyógyász, nem orvos, de fantasztikus tudása van minden kozmetikummal kapcsolatban, erről tanul, és hogyha ezt megnézi bárki, aki szeretne ebbe egy picit elmélyülni, akkor ott tényleg valós tudást fog megtalálni. Tényleg. Hogy érzed 9:30-7 perccel, hogy el tudtad mondani, amit akartál? Jaj, nagyon rendesek vagytok, azt hiszem, hogy igen. De várjál, még van kérdés. Tudnék erről beszélni. Várjál, van még kérdés. Sziasztok, bocsi, a doktornőt megkérdeznéd, légy szíves, hogy a rozácea, vagy hogy kell mondani? Rozácea, igen. Rozácea ellen mit ajánlana? Zinerit használok, de csak minimálisan enyhíti a pirosságot az arcon. 28 éves férfi vagyok, köszönöm. Nem feltétlenül márka nevet is kéne mondanod, de hogy van erre, amit te ajánlanál, és maximum elmondom neki adáson kívül. Hát a rozácea az egy nagyon nehezen gyógyítható betegség, gyógyíthatatlan, tehát hogy ehhez hozzá kell szokni, és megfelelő kozmetikumokat kell használni, hogy a bőrbarrier rendbe jöjjön, és olyan dolgokat, amik megpróbálják leállítani ezt a folyamatos gyulladást. Nagyon sok stádiuma van, és nagyon sokféle gyógymód létezik, tehát ugye így válaszolni nem lehet sajnos, hogy láthatatlanba. Mindenképpen érdemes elmenni bőrgyógyászhoz, és megmutatni neki. Oké, másik kérdés, nagyon kérlek, kérdezzétek meg Katinkától, hogy mi a véleménye a kollagén porról, 20 000 mg/nap. Köszönöm szépen, Ivett. Jó, szóval ezek az úgynevezett nutrikozmetikumok, egyébként ez egy nagyon nagy újdonság mostában, hogy az ehető kozmetikumok, ugye többek között a kollagén meg a hialuronsav, az fogyasztható is. De hát az megjelenik a bőrben valóban, az nem csak egyszer... Valóban,
Tehát, hogy nagyon, nagyon sok rossz minőségű kollagén van a piacon, az, hogy most 2000, 4000 vagy 6000, az teljesen mindegy. Általában a hal és a marha kollagén az, amivel nagyon sok vizsgálat van, és ugye itt az a lényeg, hogy ez a kollagén lánc, amit megeszünk, az milyen hosszú. Tehát, hogy ugye, ha akarsz kollagén tenni, akkor eszel borjulábat, vagy megeszed a gumicukrot. Tehát, hogy az is ugyanúgy kollagén, de az nem fog hasznosulni nyilván. Tehát, hogy általában, amikor drága terméket veszel, ott azt fizeted meg, hogy úgynevezett dimetri peptideket, tehát kettős vagy hármas láncokat. Mondd ezt még egyszer, csak mondom, felírják sokan, tehát di, dimetri peptid tartalom kell, mert di vagy bi, vagy tri? Kettős vagy hármas. Dimetri peptin? Így van. Dimetri peptin. Háromszor mondjuk. De nem, csak azért, hogy meg közben gondolj bele, hogy egy kamionos, aki ráncos, most írná föl, és meg kell ismételnünk. Annak el megírom Instán, ha rám ír. És akkor gyakorlatilag ezek fölszívódnak rögtön. Tehát nem az, hogy a gyomornet szétszedi, hanem átmegy a gyomron, bekerül a vékonybélbe, és onnan föl tud szívódni, és el tud jutni valóban. Tehát nagyon sok olyan vizsgálat volt, amikor megjelölték ezeket a kis peptideket, és kimutatták utána a bőrben, a hajhagymában, a szemben, sőt az agyban is, tehát ezek fényesítik az agyat is, meg az izületet. Gyuri, nekem is írnál fel. Bimetri peptin. Bimetri. Hogy ajat veszek? Jó. Kisimultja az agyat. Ezért retinolt nem veszek, mert akkor attól hullik. Jól van, Katinka. Hát szerintem mindent megbeszéltünk, nem? Én nagyon igyekeztem mindent elmondani. Hát te jó voltál, mi jók voltunk-e? Ez a kérdés mindig. Abszolút. Hát mindig. Mindig. Na jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hívunk legközelebb, ha van valami jó. Jó, rendben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Dr. Fónyai Katinka, bőrgyógyász és kozmetológus szakorvos. Én nagyon szeretem a szakértőinket. Nem? Ezt meg kéne szavaztatni, ki a kedvenc szakértőd a reggeli bocskorban? Ez jó ötlet. Ponyai Katinka, Pilling Robert. És itt sorba mennénk egy reggel végig, és akkor akire igen, SMS jön. Akkor Forgács Marjan, akkor... Kátai Artúr. Kátai? Nem. Keleti Artúr. Azért nehéz lesz a Kátaira szavazni. Na jó, ettől függetlenül nem, Katinkával tényleg, mert ő tényleg úgy mondja el, hogy ahogy hallani akarjuk, és érthető is, csak ezt a bimetri peptin. Bimetri. Persze, tudod mit? Vegyél is nekem ilyet, rendel már meg, csak jó, már elfelejtem. Most meg mennyit szeretné, hány dobozzal? Várj, AliExpress? AliExpress, tessék. Honnan nem. Na jó, szóval most a kozmetikumoktól egy picit térjünk el, és egy kérdés következik, hogy meséljétek el, hogy mi volt az a termék, amit nagyon jó hangzó ígéretem miatt vettél meg, és aztán, amikor elkezdted használni, kiderült, hogy igazából semmit nem ér. Tehát azzal az ígérettel köszönő viszonyban nincs. De ez nem csak kozmetikum, bármi. Bármi, ez lehet műszaki termék, ez lehet barkács termék, ez elektronikai cikk, ez lehet kozmetikai termék. Élelmiszer. Élelmiszer, simán. Nagyon jó, így van. Szóval bármi, amit egy nagyon jó hangzó ígérettel vettél meg, vagy amiatt vetted meg, és aztán köszönő viszonyban nem volt azzal, amit ígértek. Jó? 0-20-22-22-122. Ez a bocskor! 3-9-6 perc múlva itt kozmetológiai és kozmetikai érdeklődés is van sok, illetve hát azok, akik valamilyen ígérettel vettek bármit is, és hát nem váltotta be a hozzáfűzőtet. Facebookon is Dóra írja például, a benzinkutas akcióban vette egy nagyon-nagyon jó profi morzsaporszívót, de gyengébb, mint a lányának a játékporszívója. De durva. Igen. Na mit írnak itt még? Egész életedben kell ápolnod magad, korán kell kezdeni, én YY vagyok, de senki nem mondja meg, hány éves vagyok, hát így nem. Ez nem római szám, ugye? Tátott szájjal hallgatom Katinkát, nem az köt le, mit mond, hanem ahogy mondja, üzeni Goszti. Hát igen. Hello, bocsi, nekem a kismama krém jött be, amit terhességi csíkokra terveztek. 49 éves férfi vagyok, Dénes. Wow. Mert hogy annak van valamiféle összehúzó hatása? És képzeljétek el, hogy ezt nagyon sok barátnőm is használja, úgyhogy nem volt... Nem, hanem testre. Tehát aha, tökéletesen feszesít. Wow. Stria. Az, például igen. Arra, igen. Hello, Főni, Prágában araszolok kamionnal. Dimetri micsoda? Imi Kecsóról. Bimetri peptin. Bimetri peptin. Ez egy összetevő, vagy igen. Jól írtam le? Bled, blood, blue, peptin? Igen, ezt Laca. Kérjed. Bled, blood, blue, peptin. Na, akkor sziasztok, gyerekkoromban reklámoztak egy tündérkés öblítőt.
addig nyaggattam édesanyám, míg vett egyet, kinyitottuk, és nem volt benne tündérke. Egy világ tört össze bennem, Niki. Oh. Aja, sok a marketing. Igen. Igen, ez tényleg, én egyébként a legszemetebb dolog valamilyen aranyos kis figurával felnőtt terméket reklámozni. Például a Kokolino maci. Tehát soha nincs maci abban az öblítőben. Soha. Igen, pedig hogy vártam, hogy majd belehuppan a törölközőkbe, vagy kimászik a szekrényből. Igen, az a legcukibb reklám volt ever, és én is úgy voltam, hogy úristen. Jó, teszem hozzá, én annak idején még régen a Kokolinótól kaptam egy ilyen macit ajándékba, de hát az én kiváltságomnak. És magától sem huppant a törölközőben. Nem, magától nem. De hogy egyáltalán, tehát a tündérkét kereste, más a macit várja. Igen. Aljas. Igen, segítsetek. Eltűnt 9 éves kislányom. Tegnap bekente magát a feleségem a arckrémével, amire az volt rájövő, 10 évet fiatalít. Sziasztok! Motorra vettem univerzális lámpatestet. A lámpák benne egyszerű spot lámpatestek voltak, kicserélni sem lehetett, így visszaküldtem. Mindenre alkalmas volt, csak járműre, nem? Szép. Frontérzékeny vagyok, fiatal felnőtt korom óta. Vettem egy neves cég által gyártott antifront cseppet, amit kockacukorra csepegtetve kellett elszopogatni. Édességnek jó volt, finom volt az íze, de a frontok által bennem generált fejfájásra, migrénre sajnos nem hatott. Uh-huh. Hát érdemes úgy fogyasztani. Csőkutya fiúk, Aliról vettem 350 fontért TV-tuneres GPS modult a Kenwood autórádióhoz. Tuner nélkül küldték, panaszt tettem, visszakaptam 50 fontot. Beszereltem, de nem működött. Második claim, azaz igénylés, nem lehetséges. Így buktam 300-at. Üzeni a gátlásos hülye gyerek. Mm-hmm. Hát ezért kell vigyázni, hogy honnan. Küldenek egy terméket, tévés csúnyán, az nincs benne, visszaküldenek 50 fontot, és innentől már nem lehet reklamálni. Mm-hmm. Gyönyörű. Van még valami, itt van velünk Gábor. Hello Gábor, szia, jó reggel. Szerbusztok, jó reggel. Jó reggel, Gábor. Na mi volt az a termék, ami olyan sokat ígért, és aztán nem olyan hát volt? Hát ez a csúcsslag, amit hirdettek mindenfelé, tévétől kezdve interneten, több fajtája is van. Ez várjál, ez olyan, ami ilyen nagyon picibe összerántja magát, és akkor a víztől kitágul, és akkor ez az uni... Hú, ez nagyon... Én is, nekem igen, is volt. Pontosan az. Mi többször is rendeltünk, nem csak én, a testvérem is, barátom is. Úgy 3 hétig remekül működött, aztán pont ott, ahol ugye van ez a szórófej, ott elszakadt a gumi. Nekem belül is. Belül, persze. Na így van, belül, hát pontosan. Van az a külső olyan orkán anyagköpenye, ugye, ami igen, össze, igen. És belül igen. Meg összemegy az a gumicső, ha nem feszíti a víz, és ezáltal nagyon picire összetömörödik. Igen. És ott a csatlakozásnál spriccelt szét, mint az állat. Pontosan, és ugye teljesen javíthatatlanul, mert még szétszedni se lehet. Ha meg szétszeded, akkor ugye ez a köpeny lejön, és akkor látod, hogy az a gumicső nem is csavarozva van, vagy valahogy, hanem ilyen valamivel össze van szorítva, és javítani sem tudod. Ez pár éve tele voltak ezek a tévés shopok ezzel az izével, és tényleg abszolút ilyen varázslatnak tűnt, és mondom, mi is mindenképpen be kellett, hogy szerezzünk egyet. Igen, és most már az internet van tele vele kismillió fajtával, hát kipróbáltunk másikat, és az is ugyanolyan. Lehet legyőzni a fizikát. Nem, de az elmélet jó, nem, Gábor? Igen, persze, az elmélet az jó lenne, mert ugye tök jó kis helyet elfoglal, meg könnyű főtekerni, csak hát... csak hát mondjuk igen, tehát nem a kínaiaknak kellett volna összerakni, hanem a németeknek, és akkor tényleg működne. Hát lehet, hogy a németek ismerik a fizikát. Igen, egyébként, de gondoljatok bele, tényleg, általában amikor összedől egy híd, mert nem tudom, sok autó van rajta, vagy nagy szél fújt, az mindig Kínában dől össze. Azt láttátok? Mindig, hogyha egy összedőlt híd van, az Kína. Vagy jobb esetben Ázsia többi országa, de nem a németeknél. Nem. Németek csak mondják, hogy mi szóltunk. Mi szóltunk. Szóval te is kidobtál. Hány ilyet dobtál ki? Mert mi kettőt? Én kettőt, a tessóm egyet, meg a barátom is kidobott egyet, és akkor már mondtam nekik, hogy én nekem már a másodikat dobtam ki, úgyhogy ez fölösleges megvenni, mert olyan. Én nagyon szépen, vagy nagyon örülnék, hogyha ennek a cégnek, ha van egyáltalán képviselője Magyarországon, járuljon már elénk, és Gábortól is, és tőlem is, térden állva kérjen bocsánatot. Én ezt nagyon, és akkor Gábor meghívnánk ide a stúdióba, megjönne ennek a gumislak cégnek a magyar képviselője, elmondaná esetleg az okokat, hogy miért lehetett ez, kivételesen csak velünk, de térden állva azt mondja, hogy sajnálom, bocsánatot kérek, hogy a termékünk ekkora csalódást okozott. Ez olyan jó lesne.
De nem baj, mert ő ebből ment el Hawaii-ra nyaralni. Hát jó, én a profitot nem sajnálom senkitől, amennyiben a termék működik. Persze, én se, csak működjön. Csak működjön. Gábor, nagyon szépen köszönjük. Egyébként visszatérve hallottam a Coccolino macit, hogy nem találtátok meg az öblítőbe. Honnan tudjátok, hogy nem volt benne? Belenéztem. Csak más formába. Kösz. Folyékonyan. De ez nem volt szép, Gábor. Ez nem volt szép. Gyerekek is vannak. Hát figyelj, igaz. Kínába már mindent is gyártanak, tudjátok, ehető műanyag csirkét, ehető műanyag rizst. Sőt, Japánba kiderült, hogy az import kínai tojásba a tojás héján belülre volt beleütve a kódszám. Akkor főtörték. Jaj, na jó, elég, köszönjük szépen, Gábor, szép napot neked. Nektek is a legjobbakat. Köszi, szia, hello. Belül volt a kód. Érdekes. Minden reggel eszünk tojást. Én nem, ezért. Ezért. Jó, hangcsapda következik most, tudjátok. Mi ismert ember hangja, kicsit megkevertük, de azért föl lehet ismerni. Akkor, ha játszani szeretnél, hívjál most 0620-22-22-122. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra, 9 perc múlva, itt véletlenül kitöröltem egy SMS-t, még az előző bőrtémához írta egy doktor nő, ha jól tudom, azt mondja, hogy Budaörsön ott cigiztünk tegnap az edzőtársam a kozmetikai szalon előtt, hogy nekik is van valamilyen eljárások, és az tuti jó, de azt tényleg kitöröltem, küld már át még egyszer, hogyha tudod, és akkor majd a Lacit elküldjük tesztalanynak. Sziasztok. Anatómiai párnát vettem, nemhogy megszüntette a nyaki fájdalmaimat, hanem a tarkomtól a hátam közepéig teljesen beálltak az izmaim, fájdalommal hányingerrel ébredtem pár nap után, majd egy másikkal ugyanez, üzeni Zsolt. Ezekkel vigyázni kell. Sziasztok, kislányomnak száraz a bőre. Vettem neki egy igen ismert márkájú babaolajos tusfürdőt. Este jött a fürdés ideje, lelkesen belenyomtam a kádba a fürdetőt, a gyerek tiszta olaj, alig lehetett megfogni és kivenni, annyira csúszott. A kádról nem is beszélve napokig sikáltam. Aztán ment a zuhany alá a gyerek még egyszer, mert olyan volt, mint akit étolajba mártogattak, a bőre száraz maradt. Uh-huh. Hát igen. Hashajtó. Napi egy is jól indul a reggel. Nekem 6 kapszula, reggel egy kósza pukise. Hajvasaló. Még az afró hajat is simára. Naturgöndör hajam legjobb esetben bírta másfél órát. Napbarnitott bőrtestápoló. Sárga foltos volt, mint egy tehén, napokig tartott a lekopás. Hipermárket gyümölcs, gyönyörű, de köszönő viszonyban nincs a házival, stb. Üzente kis csillag. Egy SMS-ben volt? Egy SMS-ben, igen. Ez egy küzdelmes élet lenyomott akkor. Ez nagyon igen. De mindannyian beleesünk ebbe, csak aztán elfelejtjük. Attól elengedjük azt a terméket, és kész. Sziasztok, telesopos festőhenger. Na, az bármire alkalmas, csak festése nem. Ez az, aminek a henger a belsejébe kell önteni a festéket. Foltosan fest, folyik orrán szemján. Rohadt idegesítő 10 perc, aztán előveszed a jó öreg Tedit. És van még egy festős. Sziasztok, a kis kompresszoros festékszórót vettem, amit kisebb ház körüli festéshez, javításhoz ajánlanak kb. 15 000 forintért. Első használatkor szétlőtte a pisztoly tetején a szorítókupakot a nyomás. Használhatatlan, üzeni Gábor. Gyerekek, rengeteg van. Na jó, játszunk Mártival. Szia, Márti! Hello, sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok nektek is! Hogy vagy, Márti? Nagyon jól és nagyon nagy megtiszteltetés. Végre játszotok. Aranyos vagy. Hát nagyon-nagyon örülünk, hogy játszunk. Figyú, megy a hang, jó? Ez megmaradt ez a hang nekünk tegnapról. Igen, tudom, aztán tegnap már kitaláltam később én is. Először rossz vízre vitt a Facebook, de aztán kitaláltam a segítségedből, úgyhogy tuti. Oké, jó, hallgassuk meg közösen, és akkor mondod, jó? Jó, köszönöm. És inzőtipot, nagyon szép családám az emulna, hogy csakamnak sem gyereke bevállaltott, hogy nagyon nagy, ha ez azért között, de nem vagyon szerek szüljereket. Az álmégyet a szeret. Leszüle vagyok ön, hogy magus nekem. Na, ki lehet ő? Hát az a hölgy, az énekes, aki nagyon rossz volt, a kisfiát, ő Dérheni. Igen, ez az. Nagyon-nagyon szeretnék családot, nagyon szeretnék gyereket, de nem vagyok önző típus, és inkább bevállalnám azt az áldozatot, hogyha ezen múlna, hogy ne szülessen gyerekem, csak azért, hogy magamnak szüljek. Tripeptid, most már ezt írják. Csaba írta nekünk. Jó, ez más, itt vagyunk újra. Márti, nagyon jó vagy. Nagyon jó vagy, megnyerted. Méghozzá bocsizacsit, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm, és fogom várni türelmesen. Jó, bögre vagy termosz, attól függ, melyiket szeretnéd, azt is küldjük hozzá még.
Hát, mivel ilyen nagyon bögbeszörő vagyok, inkább termot szeretnék. Jó, megdumáltuk. Ez lesz, majd hívunk. Jó, oké, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm, szép napot tovább. Neked is. Sziasztok. Szia, szia. Szia. Na, hú, gyerekek, annyi SMS jön. De most Horthy Gábor következik a hírek után, és ez egy nagyon érdekes futballtéma lesz, mert a foci és a maffia kapcsolatát fogja Gábor egy picit elénk tárni Olaszországban. És én emlékszem, hogy utoljára akkor hallottunk igen intenzíven erről, amikor még Maradona a Nápoliban játszott, és akkor lehet, hogy neki ott voltak maffia haverjai, meg meg a klubokat uralják, meg nem tudom micsoda. Aztán teljesen véletlenül arról is olvastam, hogy amikor Csapó Gábor vízilabdás ugye Olaszországban dolgozott, akkor őt is valami maffiózó vette meg. Hát figyelj, ez a... Tehát, hogy a sportban, nem csak a fociban ez a vízilabda. Igen, mert ahol a pénz fölbukkan, ott mondjuk Olaszországban van rá esély, hogy előbb-utóbb megjelennek a finom napszemüveges jó öltönyös úriember. Hát a pénz fölbukkan a futballban amúgy is, de gondolj bele, hogy ez mindig ugye a különböző sportfogadások okán, az nagyon komoly pénzkereset is lehet. Hogy ez most milyen formában van, azt nem tudom, de Olaszországban a foci és a maffia kapcsolata, erről beszélünk Horthy Gáborral a hírek után. 9 óra 10 perc van, jó reggelt mindenkinek. Hello Laci. Hello Bocsi, jó reggelt. Hello Gyuri, jó reggelt. Sziasztok. Szia Anett, neked is jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, hello. Na, egyébként hallottátok Eye of the Tiger. Igen. És Szújó Zoli írt egy SMS-t, azt mondja, hogy Ich bin der Tiger. Azaz, én a tigris vagyok, és ez volt ugye Darius Mihálcsevszki bevonuló zenéje, és Ich bin der Tiger. Ezt ő mondta. Ich bin der Tiger. Darius. A bevonuló zene. És akkor írja az, hogy Isten király volt, amikor edzés után elindultak a réperbánra Kokóval. Igen. Stunek edző csak röhögött, hogy jót tesz az állóképességnek. Réperbán az a szórakozó negyed, ott St. Pauli, Hamburg, stb. Csak, hogy értsétek. Na mindegy. Szép emlékek. Szép bizony, emlékek. Bizony. Így van. Jó. Üzenetek még. Szia, bocsi. Mi is vettünk kettős laggot, szintén ugyanaz a hiba merült fel, nagy átszás sajnos. Aztán sziasztok, én egy ismerősöntől kaptam ezt a kitágulós laggot, de ez is gajra ment. A belseje valami szilikontartalmú cső lehet, valószínűleg a sok kitágulást és szűkülést nehezen viseli. Hát pedig ez az elve ennek a dolognak. Aztán van kettő elégedett, nekem évek óta van ilyen slagom, tök jól működik. Hát ti kerültetek be a szórásba, teszem hozzá, Laci. Jóval több olyan SMS érkezett, akinél ez ugyanúgy szétpattant. Én is vettem ilyen összezsugorodós lagot, már több mint egy éve használom, és kutya baja. Hát figyelj, ti vagytok a mázdisták. Igen, hát kettő ilyen volt már eddig, úgyhogy ez tök jó. De egyébként meg levágod róla a szórófejet, nem? Hát akkor régen hogy volt a ízés laggallocsolás? Kicsit így összenyomtad két de nem, a végét. Azért és... nem, akkor nem húzódik össze. Tehát a két szórófej gyakorlatilag tágította, vagy feszítette a belső ja, rész, nyomás tudott lenni. És a külső rész meg gyakorlatilag jóval hosszabb volt, és az össze volt így ráncolva. És gyakorlatilag a belső rész az egy olyan gumi volt, hogy igazából nem tágult, ha nem volt benne sem, és a víz tágította ki. És a külső nagyobb köpenyt is húzta magával. Nagyon nehéz így elmondani. De miután állandó nyomás alatt volt a belső cső az anyaga miatt, ezért azonnal lepattant. És onnantól ezt nem tudtad visszaszerelni. Zsákutca. Ez abszolút zsinákutca. Na jó, gyerekek, izgalmas történet, a maffia és a futball kapcsolata, hát hol máshol, mint Olaszországban is. Erről mindent tud a mi Gáborunk. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott, és ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Egy igazi entertainer, Horthy Gábor. Hello Gábor, jó reggelt, szia! Hello, jó reggelt mindenkinek, bízom benne, hogy jól vagytok meg minden. És azt hiszem, igen. Igen, Gyuri jól néz ki, Anett kitűnő állapotban, és Laci egyszerűen csak viseli. A te hangod pedig balzsam. Az én hangom balzsam, így van. Jaj, így köszönöm van. Szépen, köszönöm. Na, hát hol is kezdjük? Kezdje te, Gábor. Onnan kezdeném, hogy nagyon aranyosak voltatok, illetve aranyos voltál a felvezetéssel, amikor azt mondtad, hogy én mindent tudok, csak sejtegetek itt, kapizsgálok, mert aki mindent tud, az még benne van ebben a történetben, aki mindent tud, de nincs benne a történetben, annak vagy szóltak, hogy ne beszéljen, vagy halott.
Hát akkor szóval most ez a túlélő móduszban beszélj, jó? Jó. Az a helyzet, hogy itt az olasz maffiáról beszéltetek itt az elején, csak ugye látta mindenki a Birmingham bandái sorozatban, amikor Tommy Shelby, illetve az ő testvére Arthur egy futballkapust meggyőzött arról, hogy sokkal jobb lenne, ha az ő segedelmével a fogadási ügyek az ő irányukba jobban hajolnának. Akkor volt még itt egy másik probléma is, ugye itt az olasz maffia előtt, hogy hát ez egy nagyon megfoghatatlan történet, ez egy nagyon-nagyon vékony történet ennek a maffiának, illetve az olasz maffiának annyi a munkássága az olasz labdarúgásban, mert ott ugye két réteget lehet megkülönböztetni. Egyik, amelyik az eredmények befolyásolására törekszik. A másik pedig, és ezt pedig az Ozark sorozatban lehet látni a Netflixen, hogy itt a labdarúgáson keresztül próbálják meg kimosni a pénzt. Mind a kettő végtelenül érzékeny, mind a kettő egy ilyen belsőséges dolog, és hát akik megpróbálják ezt megpiszkálni, azoknak külön rendőri őrizet jár. De ez a mai napig így van? Tehát a mai napig vannak összefonódások, és a mai napig vannak emberek, akik félnek? Igen, meg hát még hozzátartozik az egészhez. Itt van például a szomszédban, a Horvátországban, Luka Modric esete. Luka Modric esete azért kapott akkora nyilvánosságot, mert ő Zdravko Mamicnak, a Dinamo Zágráb labdarúgó klub igazgatójának és annak a fivérének volt az üzleti partnere. Na most erről a Mamicról tudni kell, hogy ő a Horvát Labdarúgó Szövetség vezető vonalához tartozott, és mindenkit a kezében tartott. Játékvezetőket, klubokat. És akkor történt, hogy ugye Luka Modric eligazolt Angliába, és hát ott az ő átigazolási pénzével történt egy és más érdekes dolog, ami miatt a rendőrség kihallgatta Luka Modricot. A legrosszabb az egészben ezzel a nagyszerű labdarúgóval kapcsolatban, hogy ő így változtatta, úgy változtatta a véleményét a rendőrségen, illetve a vallomását, és emiatt hamis tanúzás vétsége is ráesett. És hát itt olyan történt ezzel a Mamiccsal, a zágrebi elnöke, hogy eltüntetett 116, illetve 12 millió kunát. És hát az Horvátországban is nagyon sok pénz. Magyarországon is nagyon sok pénz, Horvátországban is nagyon sok pénz. Akkor volt még itt egy másik história, amikor Carlos Tevez meg egy Javier Mascherano nevezetű fickó Argentínából Angliába igazolt, és senki sem tudta, hogy ki a játékjog. És egyszerűen csak oda csöppentek egy klubhoz, a klub nem akarta őket, rájuk sózták, és ebből kifolyólag ott elég komoly bonyodalom esett. Ez a Tevez nevezetű nem túl okos fiú, ez még majdnem abban is hagyta a labdarúgást, mert annyira milyen megalázták őket, aztán visszajöttek. Ami még itt beszélgettem egy nagyon kedves ismerősömmel, hogy mi itt a kavarodásnak az oka. Dél-Amerikában az a divat, hogy a játékosok tulajdonjogát nehéz tisztázni. Létezik egy kis klub, és létezik egy kis klub, amely anyagi gondokkal küzd, oda jön egy ember, aki ugye ismert ott a környéken, hogy hát nem egy kávézót üzemetet, illetve szóval egy olyan ember, aki a fekete piacon mozog. És oda megy ehhez a klubhoz, és azt mondja, hogy oké, kifizetem nektek az adósságotokat, cserébe azt kérem, hogy ez a 17 éves kisfiú, amikor tovább megy, akkor annak az eladási árából én részesülök. Így megy tovább. És aztán ők mindig jelentkeznek nagyon-nagyon pontosan a pénzükért. De ez akkor... még önmagában nem is tűnik maffia módszernek. Ez lehet egy üzleti ajánlat. Jó, akkor NSK-ban előfordul történet, a NB3-ban, a harmadosztályban, hogy szóltak egy fiatal játékosnak, a klubnak a török, meg szerb származású játékos, hogy ezen a meccsen ekkor és ekkor és ekkor ebben a pillanatban okos legyél, mert akkor ugye a csapatban kezdő leszel, nekünk meg az eredménypont jó lesz. Tehát ez a fogadási maffia, amiről bizonyos írások nagyon-nagyon nagy pénzről beszélnek, mindjárt meg is mondom, egy kutatás szerint 169 milliárd euróra becsülik azt a pénzt, amit a fogadásban forog. Ne kezdjetek el számolni. Azt a mindenit.
Te, és mennyire jellemző ez inkább az olaszokra? Mert én sok mindent nem tudok erről, illetve nagyon keveset, de emlékszem, hogy Maradona neve valamikor 80-as években felmerült, amikor a Nápoliban focizott, hogy ott vannak valami furcsa összefonódások a maffiával. Így van. Akkor volt 90 ezer néző a nápolyi mérkőzésein, és abból a 90 ezer nézőnek a megváltott jegyéből ott a maffiának is szépen csurrant. Az még egy másik szála a történetnek, hogy hát Diego nagyon szerette a hóesést, és ebben is bár Nápolyban ritkán esik a hó, de az a hó az azért nagy... Az a Diego-jé volt. Igen. Az egy privát hóesés volt. Igen, és akkor ő benne, tehát ő közreműködött a bizonyos üzletekben, amit nem lett bizonyítva, de beszélnek róla, szóval nem csak egyébként, de nem csak Olaszországra jellemző, mert az egyik legnagyobb fogadási maffia az azt hiszem Dél-Kelet-Ázsiából, talán Indonéziából jött. Uh-huh. És volt egy olyan szál is, hogy egy ismert közép-európai labdarúgó, aki játszott azon a környéken, és nagyon-nagyon jól teljesített, több ilyen zűrös mérkőzésben talán ő is benne volt, és akkor Svédországba szeretett volna igazolni, és aztán a svédek nagyon örültek, mert ez egy jó futballista volt, csak egy picit megkaparták a múltat, és akkor ott különböző gyanús árnyak merültek föl, és amiatt mondták ennek a közép-európai labdarúgónak, hogy ő meg még két ember bármennyire is jó, köszönik, nem kellenek. Hm. Szóval ez így egy elég tartalmas kis történet. Aztán volt még itt egy másik, Kabát Péterrel kapcsolatban a Levszki Szófiában játszott. Igen. És egy másik szófiai klub megkínálta őt egy nagyon-nagyon szép összeggel, és a Batkov nevezetű milliárdos klub tulajdonos mondta a Péternek, hogy rendben van Péter, ha átigazolsz, semmi probléma, 24 óráig tudom garantálni a biztonságodat. Jézusom! Ez nem is mondta a Peti nekem. Nem szoktak ezzel hencegni az emberek. Aha, azt a mindenit. Igen. Akkor volt egy másik történet, ugye a Zsuzsák Balázs csúcson volt a PSV Eindhovennél, és hát mindenki egy csomó pénzt adott volna érte. A Liverpool 5 millió fontot adott volna érte, és hát az Eindhoven nagyon nagy bajban volt, mert mínusz 10 volt az adósságuk, mínusz 10 millió. Uh-huh. És akkor jött a Mahacskala, és adott érte 14,5 millió forintot. 14,5 millió fontot, uh-huh. eurót. Ez már most teljesen mindegy a történet lényeg szempontjából. És hiába óriás karriert látott mindenki a Zsuzsák Balázsban, és tényleg egy tehetséges fiú volt, azt mondta a holland klub, hogy gyerekek, 14-et adtok érte, 10 elmegy ugye az adósságra, 4-ből utána boldogan élünk, menjen oda. De igen. Igen, nem, csak azért kérdezem, ez is egy érdekes kanyar most, amit mondasz, hogy ugye azóta rengeteg idézőben vett szakember ugye vádolja a Zsuzsákot azzal, hogy ő a pénzt választotta ahelyett, hogy a karriert választotta volna az angol vagy a német ligában. Tehát, hogy akkor ez nem is az ő döntése volt, hogy hova igazol? Nagyon sokat számít az ügynököknek a személye. Az ügynökökről tudni kell, hogy ők jutalékot kapnak, aztán léteznek olyan ügynökök, akik a játékos fizetésének bizonyos százalékát kérik, aztán léteznek olyan edzők, akik az ügynököktől pénzt kérnek azért, hogy a játékos betegyék a kezdőcsapatba, mert akkor ugye minél többet pörög, annál jobban figyelnek rá, annál jobb teljesítményt tud nyújtani, és akkor itt mozog, itt mindenki benne van, mindenki érintve van valamilyen apró kis összeggel. És hát ez történt, aztán utána elvitték, de most azt mondjátok meg, hogy mi kell ahhoz, hogy Dagesztánba eligazoljon valaki egy háborús övezetbe. A Balázs az nem is ott lakott, hanem Moszkvából jártak meccsezni. Moszkvában edzettek, és aztán Anzsiba mentek bajnoki mérkőzést játszani. Szóval azért ott is kell összefüggésnek lennie, nem? Nem tudom, tehát pont ezt kérdezem, mert ugye ez lehet teljesen egy sima szerződés, egy ügynök, egy klub és egy játékos közötti döntés, különböző érvek és ellenérvek után. Nem tudom, hogy ennek most van-e ilyen vonala, most a klub részében. Magyarázata. Igen, akkor még egy érdekes történetet hozzáfűznék ehhez, ugye Roman Abramovics a Chelsea-nek az elnöke, és már hosszú ideje az angol klubnak az első számú vezetője, és annak idején ugye nagyon nagy gazdasági problémában, gazdasági gödörben ült a Chelsea, és egyszer csak feltűnt ez a Roman Abramovics,
aki Oroszországban tényleg nagyon nagy király volt, és megvette a klubot. És ez azért történt, mert Putyin elnök elkezdte keresni Abramovicsnak a támadási felületét, és elég jól megtalálta. És akkor Abramovicsnak a tanácsadója azt mondták, hogy úgy menekülhetsz meg ebből az egészből, hogyha valami nagyon nagy klubhoz, valami nagyon nagy nemzetközi szervezethez odamész, és annak leszel a tulajdonosa. Mert akkor úgy egyfajta érinthetetlenséget... És szem előtt vagy állandóan, aha. Úgy van, pontosan, pontosan. Szegény Hodorkovszky ugye így szívta meg a történetet, mert kis repülővel menekült, és le kellett szállni Oroszországba tankolni, csak hogy addigra már ágyúkkal várták az ő repülőgépet, úgyhogy mehetett zacskót ragasztani Szibériába. Csak hogy... Jó, Gábor, van itt egy szép SMS neked így a végére, szegény Horthy Gábor, aki mindent tud a maffiáról, nem lesz hosszú életű. Üzeni Lódoki neked. Ráadásul milyen jó Lódoktor, nem a kirogatközökkel manipulál. Hát a jövő héten nem biztos, hogy beszélünk, jó? Mi azért megpróbálunk elérni. Köszönjük szépen. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget. Szavaztok, szavaztok. Köszi, szia, Horthy Gábor. Pedig de szerettem a Gábor. Aranyos volt, jókedvű mindig. Őszinte volt végre. Igen, igen, igen. Hű, nem is tudom, azt az olasz maffiánál maradunk, aztán egy nemzetközi körképet kaptunk. Azért mindenhol ott van, mert látod, ahol sportfogadás van, ahol a pénz van, ott mozgolódnak. Igen, de sokféle pénz beszerzési, igen, megszerzési lehetőséget tárt itt most fel. Na jó, érdekes volt, köszönjük szépen. Jöjjenek a mai nap legjobb pillanatai mindjárt, és itt egy nagyon érdekes kérdés feszegetett, egy cikk és egy vállásokkal foglalkozó ügyvéd juttatta ezt eszünkbe, hogy érdemes volna ezt a hallgatóinktól is megkérdezni meg itt ebben a csapatban, hogy ha egy nő egy párkapcsolatban arra vágyik, hogy egy melműtétet hajtsanak végre rajta, mert akkor jobban érzi magát, vagy bármilyen más okból, miért van az, hogy nagyon sokszor ez későbbiekben vállással vagy szakítással végződik? Mi az összefüggés? Ezt viszonylag jól meg is felhettük, és aztán a hallgatók visszaigazoltak, nagyon sokan írtak erről. 10 óra lesz 8 perc múlva. Hú, itt mennyi idézet vagy célzás az előbbi műsor részekre, számokra. Na, ez neked jött, Gyuri. Ne töltsél csak tisztát, szia, Gyuri, viszlát. Pöpi a Hentes üzente ezt. Ez egy ilyen fali áldás. Ez tényleg olyan. Most jöttem a 42-esen Berötty Újfalu és Bihar keresztes között, útzár nincs, csak trafipax. Üdv a legjobb rádiós csapatnak, Zoli. Köszönöm. Lényegében az van, hogy ma is élveztem a sót, Laca Biáról, köszönjük. Hás kacok, mű mellek mafiózok, Sárdoné. Szuper volt a műsor, Depárgyú a nyugdíjas rajongó. Szép napot. Köszönet a villám, vagy ez vidám reggelért, Tarzan, Brad Pitt és Lovász úr is zsír volt. Éljenek a hűséges egyforma mellek, mindöröki 608 visszát. Yeah. És ma is készre tettetek Brad és zsíros csapata Joci a bordíre. Tarzan nagyobb csöcse volt, mint... Jó, hagyjuk már Tarzannak. Fog ez még változni. Ja, szép napot, Bocskor, Tarzan mellő, Gábor, Háder, Malac, Pofájú, György és Lovász zsíros Vödör László. Jó, igen. Hát hogyha ez az egyetlen, ami megmaradt nektek ebből a műsorból. Igen, sajnos. Igen. Sajnos ez lesz. Így van. Vágó Piros viszont teljesen szaló képesen folytatja. Jó szórakozást vele. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Anett. Millió csók. Azzal az emberrel ne állj szóba, aki ezt mondta neked. Jó. Nem is szándékozom. Jó, légy egy szíves. Holnap reggel 6:08. Viszlát!